rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jánosok. Jó reggelt. Sziasztok, drága hallgatóink, itt vagyunk reggel. Már kedv van, és indul a reggel, az időjárás enyhébb, viszont valami miatt nagyon csúsznak az utak, én nem tudom, hogy ez ónos eső vagy mi, de extra durva felfagyások, lefagyások, csúszós lépcsők, utak, járdák, úgyhogy mindenki nagyon vigyázzon. Hiszen mindegy is, hogy mi, meg hogy hogy nevezik a meteorológusok, óriásit lehet rajta taknyolni. Nagyon-nagyon vigyázzatok. Én is hazaküldtem, ilyenkor mindig az szokott lenni, hogy első körben én csekkolom az utak állapotát, kimegyek ugye a járdára, kimegyek az úttestre, megnézem, hogy milyen állapotban vannak, aztán hazaküldök egy SMS-t, hogy nem mire figyeljenek oda. Jó? De most komolyan, tehát hogy rögtön elküldöm neki. De hogy mondom, mit írsz, hogy óvatosan menjetek, vagy ne lépjetek, nem magatok elő. Nem pazarlok rájuk, ésszel csak ennyit írni. Igen, ésszel, mert baj lesz. Ésszel, jó, mert hazamegyek, ezt eljár a kezem, amíg most valamelyik kötünk eltörik, alá majd mégis verlek. Figyelszem, 140 karakterig ugyanannyit fizetsz, nem? Hát nem, csak tudod, igen. Ja, csak kopik a billentyűzet. Persze, meg ne érezzék már annyira, hogy most annyira fontos nekem az egész. A billentyűzet nem kopik, mert fóliában van a telefon. Ez vagyok, az egyik. Igen, viszont nekem nem is kell negyedévenként cserélgetni. Egyedévenként? Hát most már más világ van. Mióta tokos vagy te is? Levettem, nem vagyok tokos. Nem már? De miért? Már nem, mert utáltam. Mit utálsz benne? Hogy van egy toka telefonodon? Gyűlöltem. Persze, utáltam, velem nem bírtam. Nagy volt, nehéz volt, levettem. Úgy megörültem neki, milyen szép vékony ez az iPhone, és milyen gyönyörű, és milyen dizájnos levettem. Most megint el fogod törni, egy akkor hét. Akkor eltöröm. Vállalom, nem bírtam. Rosszul voltam, ránéztem, és mondtam, hogy nem akarok egy olyan világban élni. Ne, azt nem érdekel, csináltam én már pár olyat azért az elmúlt 20 évben. Nem törődtem azzal, hogy ki mit szól. Nem, egyszer nem bírtam. Tehát nem. Levettem. Beteg vagy. Mondtam, hogy nem vagyok hajlandó. Ez olyan szép alkotás, nem szabad ezt tokba tenni. Inkább törjön el, tényleg. Úgyhogy már egész régóta nem vagyok. Hiszen nem vagyok tokos. Hiszen már egy hete az voltam, de pár napja visszavonulót fújtam. Én bevállalom, gyerekek, nem. Zokniban nem húzunk szandát. Zoknival nem mosunk lábat. Nem tokolunk. Nem tokolunk, gyerekek, nem. Inkább legyen, ami nekünk kell. Hát ki, hogy... Töcögős az analóg. Nem baj, hát jó, hát kívánjuk a legjobbakat neked is, és a telefonodnak is. Úgyhogy tényleg érdemes odafigyelni, meg erre basszus, hogy 13 fokot ígérnek például. Már egy hét leforgása alatt megérjük a mínusz 10-et, meg megérjük a plusz 13-at, és ez normális, nem normális. Nem. Hát most lehet, hogy ehhez kell. Már most ez lesz a normális. Hát sajnos ez a szélsőségekhez. Tényleg jobb, ha hozzászokunk. Jön a meleg. Jön a meleg, nem is tudok elmenni síelni. Sajnos, ha mindenhol ilyen meleg lesz. Egyre kevésbé tudnak elmenni, úgy általában az emberek síelni, mert hogy már lassan vége van ennek a sportágnak. Azt mondják, hogy ahol mű, havas a pálya, és ratrakolják, pont valamelyik nap hallottam erről egy nagy előadást, hogy az állítólag nem olvad el ilyen plusz 8 fokokba. Tehát ha ratrakolva van, meg fújják óval, akkor megmarad. Nyilván 15 fokot nem fog bírni, az se. Hát ez nagyon sok. Igen. Sok mindent vett, hogy milyen magasan van a hely, hány fok van éjszaka, az is nagyon sokat számít. Hány fok van nappal. Aha. Meg hát mennyit tudnak óágyúzni. Uh-huh. Tehát ez attól az. Meg hogy mennyi kes van rá, mert azért ez nem egy olcsó mulatság rá előtermelni. Pedig meg... gondolnád, hogy az is csak víz. Az végül is igen. Meg mondjuk, mit tudom, a hobbis jel is ez oké. Valamennyire, és képzeld el, hogy egy ilyen hogy olvadó félben lévő kis hóra rámennek az óriás műlesiklás alatt. Tudod, azt te adod, hogy mer leugrani? Na most az egyik az óriási műlesiklás, a másik az ugrás, tehát másfél betett. Nem. Kívülről hallva, hogy ketten a síelésről beszélgettek, de ez nagyon szorak. De mi szeretjük ezt. Tehát akkor az melyik, amikor ilyen sáncról ugranak? Az a síugrás. Az első ugrásodra lennék kíváncsi. Tehát a csávó elhatározza, hogy ő ilyen sáncos ugró lesz, elkezd rá edzeni, nem tudom, hogy tök mindegy, és először az edzőbe azt mondja, hogy... Aki életben marad, az Sanyi, ugorhat másodikat. Akkor te arra vigyázz, hogy... Rossz, hogy beszart a lift. Itt kezdődik. Föl kell menni. Jó? Kettő nem tudunk elkapni. Ne esélyes, ne ugolj. És amikor így visszafelé, amikor megdob, akkor csináljál így. Ezt elmondom, tehát ez nem az első. Zsámoljon kezdik. Aha.
kisáncon kezdik, szivacsgödörbe ugranak, tehát ennek vannak fokozatai, hogy 6 évesen fölállítják a zsámolyra, onnan ugrik egyet, akkor fölállítják egy nagyobb toronyra, onnan leugrik a szivacsgödörbe, megtanulja, fölrakják egy kisáncra. Hát de ott a kisánc is és mire megtanulod, és ahogy megtanulod, addigra mész utána, ugye? Tehát addigra már azért elég jól ugrasz, mire fölengednek a nagyra. Én néztem ilyen között, és ott nem volt ilyen matrioska sánc izé mellette, vagy az más út van. Nem, az más út van, persze. Tehát egy száraz edzéssel indul, megtanítják, hogy repüljél, hogy kormányozzál a kezeddel, tartanak, fognak. Hát ahogy a rúdugrók is nyilván először tudod, nem az vagy. 8 méteres rúdok meg a 6 éves kilövi magát, az átlövi magát a stadionon, és valahogy landol a körúton. Nem működik ez az Erik az angol effektus, hogy egy picit tudsz úszni, mehetsz az olimpián. Igen, majd kiszedünk, ha baj van. Igen, ott azért először ugrani, ez kemény. Igen, hát az első ugrás, az kemény, igen. Hogy áll Roger, gyerekek, mutassatok nekem valamiben, egyébként tudom, mert hogy már E3 óta fönn vagyok. 7-6-3-1. Hát, papírforma. Papírforma, majd jön Gyokó. Hányért hallottam már, hogy elszállt a 20-asom. Jön Gyokó. Papírforma, ezt most fogadjál, mert megcsinálod. Hussa 20 000! Már ugye az is csak papírforma. Én most nem tudok föltenni semmire, most föl egy meccset megtettem, de nem tudom, nem emlékszem, hogy melyiket. Aha, ugyan jó. Kemény vagy. Annál kellemesebb, mert meglepetés, ha bejön. Megmondom, gyerek, hallgatok, segítsetek, drága hallgatók, jól tettem-e, vagy nem? Mondom, hogy mit csináltam. De más sportág, nem teniszre tettél? Mi van veled? Nem, teljesen más. Aha. Teljesen másra tettem, és nem tudom, foci, de nem tudom, hogy jól tettem-e. Hiszen ahhoz is olyan jól értesz, mint a teniszhez. Nem, megnéztem az occokat, és láttam, hogy egész jól ad, és gondoltam, hogy akkor azt megteszem. Ezt tudod, hogy hívják, ugye? Azt tudod, hogy ez a függőség, amit most csinálsz. Igen? Hogy beleőrültél, de ez az. Most jelen pillanatban te occfüggő vagy. Occfüggő, tehát 2 fölött van, akkor akármi is van, rádobod a pénzedet. És ez az egyenes út az elszegényedéshez. Benny egy fóliasátorban fog felnőni, mert majd, ugye? Eljátszom mindenemet. Most eljátsza, és egyre, és azt gondolod, hogy egy kicsit többet fölteszek, és az egészet visszanyerem. Ez így indulnak el az emberek a lejtőn. Te ott függő lettél. Megmondom, mit tettem meg. Liverpool nem stokke. Nem hallja, ezt mondom, látod, már kész. Megmondom, mit tettem, Liverpool stokke. Aha. És kire tettél? Pingom nincs ki az a stokke. Tehát akkor Liverpool. Ez a legrosszabb. Én megtettem a Liverpool, megnéztem az occokat, kielemeztem a Liverpool eddigi meccseit, és úgy éreztem, hogy Liverpool stokkét én megtehetek a Liverpoolra. És mennyi az még kupa? 1.65. Kupa meccs. Fingom nincs. Ja. Azt se tudom, hogy hát a Liverpool nyilván tudom ki. Hát hiszen ki elemezte. Igen, azt szoktak mondani, hogy egy kupa meccsen bármi megtörténhet. Hát, ráadásul, ahogy úgy tűnik, hogy a stokke otthon játszik, hát ott Liverpool. Nem a izé van elől, az otthoni? Stokke vagy Liverpool? Hát Liverpool Stokke, tehát a Liverpool. Akkor Liverpool otthon játszik. Hát. Igen. Liverpool 1.65, döntetlen 3.50, Stokke 4.70. Gondoltam, az 1.65, 4.70. Hatalmas a téged otthon a Liverpool. Csak idézem a következő. Ez ma este lesz ez a mérkőzés? Ez ma este, a 20:45-kor Liverpool Stokke. Aki nézi a Liverpool Stokkét, az írja már meg, hogy jól tettem. És soha nem szoktam egyébként így reggel föltenni. Játékból semmire, pont ezért én nem izgulom végig az egész napodban. Én még ezt tegnap este föltettem, tehát még ez 24 órám. Na, ez mondom, a tipikus occfüggő, amikor ránézel, azt mondod, hogy ráadásul a Liverpool nevet hallottad, mondjuk nem fociból, valami másból életedbe egyszer, a stokkét még... Az a 4 gomba fejű, nem? Igen, a stokkét még soha stokkét életedbe, hát tehát az jó, nagyon jó székeket csinál, mint Liverpoolra. Na, ilyenkor jó az, amikor tényleg egy sportportál, és akkor azt olvas, ez az első. Tartalékos csapat alá kell Liverpool. Igen, nagyon fog hiányozni a Liverpool gólvágója a ma esti meccsről, aki váratlanul balesetet szenvedett a parkolóban. Csoda történt, 6-an is sérültek a Liverpoolból, az edző vakarja a fejét, hogy kivel álljon ki. Elbuktad Balázs, írja Csabi, Bali X, egyértelmű. Maradnom kellett volna a tenisznél, meg kellett volna maradni a tenisznél. Mindig nem lehet tudni, hogy ki volt az a tőkeres befektető, aki megvásárolta Cristiano Ronaldo játékjogát a Stokkénak. A Nemzetközi Szövetség már engedélyt is adott rá, hogy már a ma esti meccsen a Liverpool ellen bemutatkozhasson a gólvágó. Várj, de a Stokke vagy Stok az német vagy angol? Hát, jó kérdés. Stokke. Hogy van írva? Stocke? Nem, Stokke. De hát a Liverpool akkor az angol. Tehát akkor az nem Stokke. Kérdezz meg Ben Stokkét. akkor,
akkor az nem stokker. De mondjuk stokkernek. Azért mondom, a baba ilyen baba kocsinkó, hogy stokker. Na, no, hát, na, akkor erre csak így lehet. Ó, ez egy visszavágó a Liverpoolnak, jó a döntetlen is. Ajajajajaj, Liverpool játszik otthon, angol Liga Kupa első becset Ed Nunnan játék a stokker otthonában. Nyerni fognak, nyugi. Én is rá, rájuk tettem, gyufa érte nekünk. Jó van, na, vannak velem a bajban. 1.65 gyerekek, az, jó, az, az jó, annál az összegnél, amit most megvettem, az játék pénz, persze. Hogyne, hogyne. Az egész jó pénz. Uh-huh. Holnap irigyek lesztek. 1.65 a Liverpoolra? 1.65. Hú, az. Jó, hát ne az a baj, hogy 1200-re kell játszhat annak az 1.65-össel, hogy az 400 forint. Hát, nem érted, hogy ezek, jó, itt más, ezek itt más dimenziók. Igen, más, nem, nem érted. Igen, itt más kapunk nyakja. Jó, de én egy otcommal annyit keresek, érted, mint a 4 év alatt, ha bejön. Ha nem, az akkor igaz. Annyit bukok, mint a 10 év az igaz. Csak én nem rakok mondjuk 2 óránként egy valamire rá, aztán 2 óránként ellene valamit, aztán megint vissza, és megint rá. De hogy ez 1.65, ez picit magasnak tűnik ahhoz képest, hogy a Liverpool az esélyes. Azért mondtam, hogy tök jó az otca. Azért mondtam, hogy 1.15 vagy 1.26 adott, hogy nem ment. De 1.65 tök jó. Meglátjuk. Jó, de a stokkénak meg mennyi? 4 valamennyi. Hát ahhoz képest az 1.65 nem sok, ha így gondolkozol. Anna, az nem mondom, hogy 4.70. 4.70. 1.65, 4.70. Hát azt a hülye is megteszi a Liverpool. Én láttam mostában a Liverpoolba Bogdánt védeni, azért ott vannak bajok. Tehát, a Bogdám? Ott most vannak bajok. Igen. Igen. Szóval szögletből bekapni becsavart gólt, meg majdnem hazaadásból, tehát ott azért vannak nagy bajok most ott. Nem tudom, ő a kapus, majd elolvasom, hogy most kivéd a Liverpoolba. Mert ott azért van egy kis probléma. Na, hogy kielemezte, láttad? Hogy utána? Hát a Bogdám hogy Liverpoolra tett egyébként. Tehát, hogy egy picit most... Én úgy gondolkozom, hogy 2 ilyen nagy blama után, amit most elkövetett, most nem fog elkövetni. Aha. A harmadikat most a szemüket kifogja. Aha. Most a szemüket kivédi. Jó, egy hét múlva, szintén a kupában, következő hír. Reméljük, 2 meccs után nem fog akkora blamát csinálni, mint legutóbb a Liverpool. Tehát, hogy itt basszus bármi megtörtént. De nem baj! Hajrá egyik, nehogy magad másik. Ez a Stokke ilyen néve, és Stokke, érted? Nem nyerhetne. Nem nyeretni. És a 8. ember küldi, látom az SMS felat. Nem Stokke, Stók. Értsétek a humor, gyerekek, ne húzzátok föl magatokat. Ja, a Stók, basszus, nem tudtam, hogy miről beszélsz. Ne húzzátok föl magatokat, ilyen goláreggel nincs ebben. Igen. 8. felháborodott hangvételű SMS, hogy kiesett a kávé a kezéből, remeg, a habzik a szája, és írja az SMS. Fontos. 4 elgépelése, hogy nem Stokke, hát ezt se tudod, hát Stók. Gyerekek. Nyugodjatok. Ez egy csoboros műsor. Jó kis csapat írja valaki. Stokke, persze. És ki vannak, én remegnek. Rehapszik a szájuk. Stokke, Stokke. Nem Stokke. Az idegenben mindig úgy játszanak, mintha vért itt a korna. Igen. Stók, Balázs, Stók. Értsétek a humor, gyerekek. Évtizedek óta a Stók a legnagyobb bombos a Liverpool. Nem, évtizedek a Stokke. Nagyon jó a babakocsi gyártásban, és hihetetlenül jó foci csapdában. Nagyon jó faszékeket csinál, egy és babaágyakat. Egy unatkozó babakocsikat gyártó milliárdos hozta létre a csapatot, csak a saját szórakoztatása. Ehhez képest elég jól összerakta. Na, nem tudom, megszállt az ihlet. Na mindegy, meglátjuk, hogy bejön. Holnap reggel kiderül. Nishikori Gyoko? Semmi? Mi van vele? Nincs ihleted? Én nekem semmi nincs, amikor te beszélsz. Már mindent eljátszottam. Már az összes pénzével. Ihlete még csak lenne, de lóvia már nem lenne. Igen, ennyi. Gyereknek be kell fizetni a menzát. Persze, nem is játék az... pénzből. Hát úgy. Természetesen. Úgy. Nishikori Gyoko, hát az, ott az elég egyértelmű, nem? Most ne úgy azt mondta, hogy megveri a Nishikori a Gyokót. Nem hiszem. Na, hát nem hiszem. Gyokóra nyilván nem fizetnek, úgyhogy nem is foglalkozunk ezzel. Te kivel vagy? Mit? Én is akkor jól mindig a japánok. Ja. Japán, ahogy nem teszek egy Roger ellen, te nem teszel a japánok ellen. Nem teszek japánok ellen. Uh-huh. És a válogatott ellen sem, a magyarok ellen sem. Hát na, azt még én sem. Szerencsé, hát sokfajta ócva. Arra nem teszek, a végeredmény nem teszek. Csak hogy 4 gólt kapunk a fél időben, 6 gólt kapunk a fél időben. Ellenük nem fogadok, csak megpróbál megtippelni, hogy hány gólt kapunk a fél időben. Na jó, van, mindenkivel minden oké egyébként. Hát, volt most tegnap, már náluk mindenképpen oké van, mert ugye hétvégénkre sajnos rányomta a bélyegét, azt, hogy nagyon beteg volt a kutyusunk, most már kezd úgy magához térni, úgyhogy örülünk neki. Borzalmasan padlóra tudja tenni az embert, hogyha látja, hogy az egyik családtag gyakorlatilag hát halálán van, úgyhogy most már hál' Istennek mi már kezdünk járni, kezdünk enni, kezdünk pisilni. Te is? Na, örülök, hogy működik a bélműködésed rendben. Úgyhogy kezdünk mi is magunkhoz térni egy kicsit így lelkileg, mert azért már elbúcsúztattok szegényt, úgyhogy de mostanában már azért úgy tűnik, hogy megmaradt, hál' Istennek. Reméljük. Utókezelés, rehabilitáció, ilyenek. Van hetekig még. Ez egy gyógyfürdő, súlyfürdő. Igen.
Igen. Hallod, hogy ilyen százezreket költenek el kutyákra emberek, amikor így beteg, hogy irgalmatlan pénz. És ha valakinek nincs, érted, nem áll úgy, akkor családi kedvencel mit csinálsz? Hát semmi, az elpusztul az állat. Egyszerű. Tehát, hogy nála is nagyon-nagyon súlyos problémák voltak, sajnos ez a gyomorcsavarodás, ez egyáltalán nem egy vicces történet, és már a kezelések is azért nagyon-nagyon sokba kerülnek. Tehát, hogy itt életmentő műtét, folyamatos infúziók, speciális gyógyszerek, hú, nagyon kemény. Nagyon kemény. Ezt is érdemes annak belekalkulálni, aki mondjuk egy ebet szeretne, vagy egy házi kedvet szeretne. De amiből tudtál alkottál azért? Tessék. Amiből tudtál alkottál? Hát, sajnos ez a baj, hogy nem piac, de szabott árak vannak. Teljes áru fájdalomcsillapító, fél áru fájdalomcsillapító, vagy csak egy alkotó. Simogatás. Logikában, ahol tudunk, spóroljunk. Ahol tudunk, spóroljunk. Kis sós víz nem elég. Tehát, igen, bekössük. Nem tudom, hogy kell az. Nézzük, mi a minimál ellátás. De drága egyébként, persze. Nyilván. Rettenetesen, de hát családtal. Persze, hát az ember azt megteszi. Na nézzük gyorsan az SMS-eket. Mit érdek a hallgatóink? Azt mondja, hogy a tököm ki van mindig ezzel a sok tenisszel, focival. Írja valaki. Hát, foci csak ma. Foci csak ma van egyébként, fociról nem ma, szoktunk. Ma, mert már holnap már nem lesz kedve hozzá. Holnap ma stok el, elpopsít a Liverpoolt, itt soha többet nem beszélek fociról. Azt mondja, hogy ilyenkor eljelentkezni, mit mond Óri játékra, te is. Úristen. Bármikor. Balázs, nehogy Stoke-ot kapjál, Zoli a kutas küldte nekünk. Köszönjük szépen. Bogdán nem fog hibázni, kirakták a csapatból, azt írja valaki. De most Balázs megjegyzése után? Közvetlenül? Igen. Hallottatunk, mit mondod? Na, ez van a viszontlátás. Egyébként úgy olvastam, hogy nem kirakták, hanem ő hagyná ott a Liverpoolt. Tehát, hogy ő jelezte, hát, hogy szeretné. Átigazolási időszakban, a téli átigazolási időszakban szeretne klubot váltani, legalábbis ezt írták az angol lapok. Ez a saját jelzésére indult el, de hát majd meglátjuk, hogy mi lesz vele, nem tudom. Azt mondja, hogy sima hazai, nyugodj meg. Terének igaza van, jótó alatt a függőség felé. De mióta mennek a fogadások, még jobban imádom a műsort. Laci, ugye mennyire máshogy gondolják a hallgatóink? Ez már függőség? Ez az. Az, mondom, ott rajta vagy. Igen, nem a rajta, hogy a szerelem. Rácsúsztam erre a történetre, picit. Nekik nagyon addiktív a dolog, tényleg rá lehet. Lassan beszéltünk a Csernussal. Megteszi! Na, meglátjuk. Megismételjük, mi történt velünk tegnap, jó? Illetve pontosabban megmutatjuk. És biztos, hogy azt akarjuk megmutatni? Hát nincs más. Ez van, csak megkészítve? Igen? Ezt most nem mutassuk akkor meg. Szerintem se azt ne. Ugye, hogy azt ne? Nem mutassunk így abszolút. Mondjuk egy régit, vagy mutassunk. Én mondjuk a monitorból csak egy HP feliratot látok, de hogy a hátulján. Nem rossz az. Lehet jelentkezni játékra, akkor drága hallgatók, inkább ezt mondjuk. Hogy állunk? Mi volt tegnap? Nagy csata volt, de... Veszítettünk egyet, igen. Jól állunk a hallgatók. Lesz ma. Hát így. Hogy jövünk vissza? Jól állunk? 1-0 nekik. 1-0 nekik, de szívből adtuk oda azt a pontot. Igen. Nagyon jó játékos volt. Te vesztettél. Én hibáztam, így van. Te vesztettél. Jó, hát most érted, ezen felbuzdulva én megértem, hogy most itt jönnek a jelentkező SMS-ek, de hát ez csak egy egyszeri állapot volt. Ez csak egy egyszeri állapot volt. Tehát pikpak, ma el lesznek popsizva, és akkor utána elmegyek. Nem, bizáltak el magatokat. Persze. Azt mondja, hogy nézzünk egy-két közlekedési hírt, ötte egy Mosomagyarvár közötti Foltokban jeges az út, nagyon veszélyes, vigyázzon mindenki. És minden reggel ez a helyzet. Én nem értem, miért fizetünk adót, ha tojnak az életünkre, mert itt sószorót egyszer sem láttam. Béla küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hát én sem látok egyébként túl sok a gyerekek. Én ezen a télen, én még itt a fővárosban nem láttam sószorót. Nem találkoztam vele. Nem láttam villogó sószorú autót. Te láttál az elmúlt egy hónapban? Igen, egyet. Igen? Én egyet sem. Egyet. Olyan, mint eltűntek volna. Lehet, máshol vannak. Lehet. Vidéken. Nagyobb a baj. De azért ez nem lehet, hogy az ember minden nap 6-ra jön ide be, 5-6-tól 6-ig autóban ül, megtesz azért 15-20 kilométert, és egyetlen egy sószorú autóval sem találkozik, amikor azért lenne okuk dolgozni. Hát hogy van ez? Hány olyan reggel volt? 3 reggel, amikor kellett volna, hogy legyen? Elég régóta csúsznak az utak. Nem? Én, mint eltűntek volna. Máshol vannak. Nálunk voltak, még láttam 2. Tényleg? Jani előtt csúsztak. Ne csúszson el. Hát az egyik ellenőrizte a másikat, azért voltak 2. Na, meghallgatjuk a híreket, ti pedig jelentkezzetek játékra. Jó, drága hallgatók, nyugodtan írjatok, ha játszanátok. Úgyhogy várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. 3:47 múlt 3 perccel.
Már is jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Matkon. Matkon. Egy jó matkon. Mondjuk mindenkit úgy, ahogy én. Stokke. Akkor Matcon. 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 Matcon és Stokke. Ugye ez lesz. Ma mától Nagykanizsán két hétig kint van háromlábú. De ott. Az igen. De hol, és hogy pont két hétig. Uh-huh. Kiírták, hogy mától két hétig fotózunk? Cserélik az embert, hogy neki is kint kell lenni két hétig. Igen, vagy hogy van ez? És akkor lecsavarozzák? Nagyon benfentes info ez. Honnan tudod? Azt mondd el, hogy mától két hétig. Tehát ez így hogy? Rá volt írva, megkérdezted az embert, aki ott van, és miért? Honnan tudod ezt? Igen, nekem kell egy két hétig ülni a rohadt életben, mindjárt jön az SMS. Igen, 8-as út Debrecennél teljesen lefagyva, nincs a közútkezelő helyzet magaslatán. Krisztián küldte nekünk. Aztán keleten nem félnek, hogy nedvesek, csúszósak az autópályák. Szala írta, nem annyira értem, hogy mire gondol. A Nagykanizsán a háromlábú, azt mondtam, és nagyon sokan jelentkeztek játékra. Úgyhogy megnézzük, hogy ki a hét második játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, készen állok a harcra. A betyárját neki, milyen elszánt vagy. Hát előtte azért egy kicsit beszélgessünk, hello. Beszélgessünk, szia Balázs! Hello István, honnan hívtál minket? Innét hívtalak Budapestről, egy elég szép kis panelháznak a negyedik emeletéről. Mm-hmm. És ez négy emeletes vagy tíz emeletes? Ez egy tíz emeletes panelház, de a negyedik emeletről telefonálok. És te vagy a negyedik emeleten. Na és milyen az élet ott a negyedik emeleten? Eléggé szép a kilátás, belső udvarra néz a szobám, ez egy szép havas a táj, most sok fa van itten, minden. Igen? Nagyon jó. Kellemes a látvány, igen. Nagyon jól hangzik. Nagyon jól hangzik. Egyedül vagy? Most teljesen egyedül vagyok, igen, úgyhogy teljes mértékben tudok koncentrálni a játékra. Az bizony, hogy most egyedül vagy, általában nem vagy, csak most? Általában hát van két testvérem, akikkel együtt élek, és ők is ugye suliba járnak, meg én is, és gyakran vagyunk itt együtt itthon, de most ők még alszanak. Ja, hogy ők még alszanak. Uh-huh. Aha. Igen. Saját lakás, vagy bérelt lakás? Ez még az anyukámnak a lakás, a szüleim lakása, még anyukámmal élünk itt hármasban, illetve négyesben. Három tesó és az anyukád. Uh-huh. Két tesó és az anyukám, és így összesen vagyunk négyen, igen. Azért mondom, hogy három tesó és az anyukád. Az úgy kijön ugyanúgy. Testvérek ja, vagytok hárman. Igen, tehát két tesó meg te. Nekem az ugyan... csak két tesód van, és igen. Nekik is. A két tesó meg te és az anyukád az ugyanaz, mint három tesó és az anyukád. Ja, természetesen igen. Igen. Mivel foglalkozol? Még nem foglalkozok, hanem még képzem magam, tanulok és tágítom a látókörömet. Aha. És mit, merre tágítod a látókörödet is? Tulajdonképpen minden irányba, hogyha így fogalmazhatok, ugyanis egy különleges képzésen veszek részt, na. A humánökológia képzésen, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az egész tudományterületet lefedi a képzés, a természettudományokon át a társadalomtudományokig, jobb közgazdaságtan, filozófia. Nagy falat. Ez a mindenből egy kicsit, de semmit se igazán, nem? Hát szokták ezt is mondani, de azért ez nem teljesen így van, hogy ilyen köztes tudomány, de valójában ezért ez nagyon nagy mély ismereteket is igényel, és itt főként a koordináló szerep, ami nálunk elsődleges. A koordináló szerep. Igen, igen. Aha. Hát ez mindezt sokat összekoordinált. Lefordítani különféle szakterületeknek, aha, az álláspontját összeegyeztetni, tehát ez is egy nagyon fontos munka, igen. És te mit ad, ha elvégzel? Tehát mi leszel? Én tovább akarok menni doktoranduszi képzésre, de egyébként ez humánökológus diplomát ad, amivel lehet menni önkormányzatokhoz, állam, hát minisztériumoknál is, civil szervezeteknél, saját vállalkozásban, tehát így számos területen, meg ugye az EU jogszabályok is előírják az ilyen környezetvédelmi referenseknek az alkalmazását, arra ez tökéletes, meg az egyéb ilyen nagy interdisziplináris, amit most fölfutó tudományterületek, és számos lehetőség. A betyárját neki. Na jól van. Oké, hát megtudtunk mindent rólad. Még talán kicsit többet. És kivel szeretnél játszani, István? Én Balázs, arra gondoltam, hogy most téged választalak, és veled próbálkozom. Legyen így.
Nem lesz könnyű. Nem harc lesz. Ez egy nagy harc lesz, igen. Jani? Tritu van. Feljön. Ja. Na, elindítottuk az órát. Már megy a játék? Már megy, így van. Rendben. Megállítsam? Mehet tovább, viszont lenne egy kérdésem. Azt gondoltam, hogy neked van kérdésed. Úgy hallottam, hogy szereted a teniszt. Jól hallottad. Hol hallottad ezt? Ki mondta? Csiripelték a madarak, viszont én nem vagyok képben. Csiripelték? Úristen, ezt régen hallottam. Csiripelték a madarak. Mond? Csiripelték a madarak, nálunk ezt így szokás mondani, viszont arról szeretnék tájékoztatást kérni, hogy hogy áll a helyzet most. Kik játszanak? Ismered őket egyébként, vagy nézel teniszt? Teniszezni szoktam. Játszol? Elég ritkán. Abba hagytam a teniszezést körülbelül 2 évvel ezelőtt, ugyanis nagyon leterhelt, és sokat kellett utazni. Inkább a tanulmányaimra koncentráltam tovább, de Balázs, kérlek, válaszolja a kérdésemre. Már nincs idő. Már nincs idő, elfogytam. Még az 1 percnek? Tessék? Még az 1 percnek, és nyertem. Hát rövidnek érezted? Rövidnek érezted? Tessék? Rövidnek érezted? Eléggé, még tulajdonképpen vele sem elegettünk. Legalább te. Igen. Jó. Nekünk pont elég volt. Igen. Jól van. Megvan az ajándékcsomag. Hát nem nagy ajtás szólt, hogy mire megválaszoltam volna a kérdést, már megválaszoltad szinte a saját kérdésedet. Úgyhogy megvan az ajándékcsomag. Yeah. Ügyes voltál. Köszönöm. Hosszú-hosszú mondatokat mondtál. Én legalábbis nem hallottam, hogy elvicceltem, tehát azért belementem a beszélgetésbe. Igen, úgyhogy meglepődtem, hogy az elején ilyen magabiztos voltál, de hát úgy látszik, hogy akkor ez most nem jött össze. Hát nem. Bár nagyon sokan írják, hogy kimondtad, visszahallgatjuk. Én se hallottam, hogy kimondtad volna. Én se hallottam. Amikor nagyon sok SMS jön, akkor mindig kikérjük a sólyom szemet, és akkor Anna. Anna visszahallgatja, és megnézzük. De én nem hallottam, megnézzük. Jó? Aha, akkor még ez kérdéses? Ezt már csak majd hírek után fogjuk megtudni. Tehát hírek alatt visszahallgatjuk, és akkor elmondjuk az eredményt a hírek után. Tudsz minket hallgatni még 2 után? Persze, igen. Jó, hánykor kell a család? Ó, már mostanában. 7:30. 7:30. Hát akkor lassan. Ráértek ti is. Lassan kellnek, ahogy csiripelték a madarak. Jó van, köszi a játékod. Én is köszönöm. Ciao. Hello. Kicsit megsibbadtam. Így vélet, ő az a fiú, aki véletlenül melléd ül a buszon, és véged van. Voltak hasonló társadalom az egyetemen. Aranyos, nagyon tündéri, de nagyon, nagyon precízen megfogalmazzuk. Minden van. Igen. Ő az, akit fél évkor mindig megszálltam, hogy adját ételt, mert nagyon, nagyon nagy baj lesz. És most neki nem adod, minden meg volt. Mindene meg volt, mindenki volt dolgozza, és mondom, hogy amit kérsz a büfébe, amire szerint, de most mindent odaadsz nekem. Aztán és fél évig másolom. Megint nem beszélsz vele. Utána fél évig megint nem, évén, figyelj, hallod, hogy Anna, most azonnal kell az összes tételed, mert látom, hogy az összes órán itt voltál. Add ide, mert nagyon nagy baj lesz. De veled is, meg velem is. Mindketten megyünk a levesbe, nem adsz tételt, és nem tudom rólad beírni. Meghallgatjuk, mert túl sok a kritikus mennyiség jött. De egy csak bizonyos Anna. Mennyiség után mi ezt visszahallgatjuk. Mi már nem tudjuk még egyszer. Nem, a hallgatókkal együtt, nem? Annáé az öröm, hogy ezt még egyszer meghallgatassa. És akkor eldöntjük, jó? Mondjuk az eredményt. Ha nem mondta ki, akkor megadjuk természetesen. Akkor jár. Ami jár, az jár. 3 perc, ha pontosan 7 óra küldjetek friss közlekedési híreket. Ha van, jó? Mi elmegyünk, iszunk valamit, aztán jövünk a hírek után. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk pontosan. 7 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, kedv van. És hűvös van. Illetve pontosabban az elmúlt napokhoz képest nincs annyira hűvös, sőt, mitől jön a meleg, viszont nagyon csúszik valami az utakon, úgyhogy mindenki vigyázzon, aki most indul, mert csúszós, latyakos az út. A fölolvat jég biztos. Igen, lehet, hogy az. Én nem tudom. Vagy este, éjszaka esett valami, trutyi, minden esetre csúszik. Csúszik, úgyhogy vigyázzon. Vigyázzatok, ha elindultak. Na, tegyünk igazságot gyorsan a játékban, mert felháborodott hangvételű SMS áradat érkezett, és őrület, hogy itt mi van. Így van.
Bedeszkáztuk az ablakokat, beszigeltük az ajtókat, a plusz őrséget kértünk a kapukhoz. Hát iszonyatos ostrom állapot van itt most a stúdióban. Igen, meg akarják rohamozni a pénzverdét, mert hogy mi lehet, hogy fülünkön ültünk, egyébként tényleg egyikünk sem hallotta, de tényleg kimondta elvileg a tiltott szót. Úgyhogy megmutatjuk nektek, hogy mi történt. Leginkább egyébként a játékosunknak, aki szegényként most ott ül, és várja, hogy meghozzuk a döntést, ugye? Még azt hiszi, hogy nyertes. És ő még azt hiszi, hogy nyertes István, édesem szegény, és ő ezért nagyon megdolgozott, megküzdött, de hát megmutatjuk, hogy mi az igazság. Jó, figyelje mindenki! Csiripálték a madarak, viszont én nem vagyok képben. Nem vagyok igen. Képben. Annyira igen. Gyorsan mondta, hogy észre se vettünk. Igen, annyira tényleg gyorsan mondta, hogy igen. Megsüketültünk, fénysebességgel mondta ki, és azért a fülünkön ültünk is. Úgyhogy, hát drága István, kedves István, szegénykém, ha most hallasz, biztos nagyon szomorú vagy. De nem tudjuk odaadni az ajándékcsomagot. Viszont most egy visszavágó rögt. Akkor megölöm magam, nem kell. Arra most nem vagyok. Arra most nem vagyok kész. Szóval István, a sólyomszemet kikértük, és nincs meg. Muszáj korrekteknek lennünk azokkal, akiktől elvettük azért, mert kimondták kivételt, nem tehetünk még, ha. Nem, sajnos. Szimpatikus is voltál, aranyos, kedves, jó svádájú fiatalember. Hát, de igény van rá, mert hölgy hallgatónk, egyik hölgy hallgató jelezte, hogy nekem kell ez a legény. Tényleg? Igen. Edith azt mondta, neki egy ilyen kell otthon. Komolyan? Igen. Szeretnél elvinni? Szeretné. Hát zuki volt, aranyos volt, szimpatikus. Szimpatikus volt. Jó, hát vannak más típusú SMS-ek is, hol lakik, megütöm. Tehát, hogy egészen érdekes egyébként, hogy bizonyos hallgatók mit váltanak ki a többi hallgatóból, hogy szürcsöröd otthon a kakaódat, hallgatsz egy rádióműsort, és ezt meg akarod ölni. Azt, aki játszik egy fekete-fehér igen nemet a műsorvezetőkkel, magadnak sem tudod meg, hogy ez igazából miért, de ha le ott lenne a kezed között, szívek szerint megölnéd. Egészen megdöbbentő indulatokat tud kelteni, akár egy teljesen ártatlan játék is. Hát lehet, hogy voltak előzményei dolognak, lehet, hogy egy hasonló jó svádájú fiatalember mellett ült 4 éven keresztül, mondjuk a középiskolában, vagy a gimnáziumban. Az első mondatánál így ökölbe szorult a kezel, hogy emlékszem. Mit mondtál? Disziplináris hét előtt 8 perccel, hát megőrülök. Igen, érdekes, hogy miért tudják néhányan ezen ennyire felhúzni magukat. Többen bennünket akarnak meglincselni, hogy ha oda merjük adni az ajándékcsomagot, akkor velünk is mit csinál. Tehát, hogy ne, emberek, azért ez csak egy ajándékcsomag. Jó. De nem kell ezt ennyire túlreagálni. Mi egy picit előre menekültünk, tehát, hogy... Igen. Na. Pedig azt írja, aki hol lakik, megütöm, hogy nyugodt ember vagyok. Igen. Nekem kell ez a legény, ezt olvastad, hogy felé az előbb, mondtad, igen, Edith küldte ezt nekünk, igen. Na, nézzük gyorsan az SMS-eket. Kedves közútkezelő, ha 83-asra rátéveddétek Pápa és Győr között, lenne mit csinálni. Például sózni, mert csúszik, mint a marha. Ezt Reni küldte nekünk. Egyébként kicsit tényleg iparkodhatnának. Tehát ez nonsens, hogy senki nincs az utakon. Szigetközi főút, Mosomagyarvás, Győr között tükörjék. Nagyon veszélyes, vigyázzon mindenki. Jó lenne, ha felsóznák. Ezt István is megírta nekünk. Pápa és Győr, Szigetközi főút, Mosomagyarvás, Győr közötti szakaszon is van, tehát panasz bőven. Van, tehát van az bőven. Azt mondja, hogy nézem még, hogy mi a helyzet. Ki mondta az okos tojás? Elképesztő. Több száz SMS, de tényleg. Jó úristen. Nézem, le kell tekernem, hogy mi van még. Mert most egyelőre ennyi a közlekedés. Hogy áll, Roger? Ja, hát azt te tudod, te hűsz szembe a tévével. 2-0. Hát ja, ez nem. Az megvan. Nem tudom, biztos. Az megvan. Nincs egy jó bőrgyógyászatok? Mert? Kell? Kéne. Na mesélj, mi történt? Mit csinál? Tudok mindenben segíteni. Igen? Mi történt? De nem ott lent. A hátamon nőtt egy pörs. Vathús? Egy pörs jött a hátadra? Egy ilyen púp. Érted? Nem mondd már. 45 évesen egy púp. Egy Jézus ilyen kis púp. Itt hátul? A középen. Középen az van. Mondjuk. Először ilyen pattanásszerűnek indul. Azt tudom mi. És most egy. Azt megvágják, felvágnak téged majd, egy ilyen kis nicszerszerű kis cuccal, és azt kifolyatják. Az egy, annak van valami neve. És azt mondják, hogy ez ennél komolyabb, hogy én most ezt itt megcsináljam, be kell feküdni. Igen. Göb vagy bög, vagy nem tudom, milyen neve, amely megnő, és akkor az göb. Nem, ez a neve. Ilyen zsírmirigy, ami begyullad, ezt megvágják, és akkor azt így kifolyatják. Nekem volt barátom, akinek csinálták, így a vállán volt egy ilyen nagy púp, és felvágták neki. De az nem feltétlen bőrgyógyászat. Így van. Ha nem feltétlenül fájdalom. Húzzá már! Jani, ne már! Na.
Az, hát az baleseti sebészet. Az baleseti, nyilván. És katasztrófa. Ráesett a hátamra egy zsírbög, vagy mi? Balesetire menje. Hát, hova kell azzal menni? Na itt van, tessék. Mutasd meg, megmondom miért. Azzal máshova. Én láttam már egy csomó mindent. Hát de most azzal nem vagyunk beljebb, hogy látod. Tehát, hogy már nem érdemes bárhova is menned. Most minek? Annyi kalapkabán. Annyi vége van, elvisznek. A feszül rajtad, ez a mellény elől nem tudod összehúzni. Az a bőr miatt. Fém, ekkora. Hát most már egy ilyen ekkora. Elbír már egy téli kabátot, ha ráakasztod? Minden nap azzal úgy szoktuk, persze, hazajön a család, és fölaggatják a kacsolló. A izéket, sőt, a már a füstölt kolbászok is ott vannak föl. Fáj is? Fáj, most fáj. Képzeld, mert tegnap a béka meggyömözkölte, nagyon okosan kitaláltuk, hogy megnézi, hogy az mi jó, az. Jó, mert úgy hamarabb begyullad. Igen, és akkor most egy a kétszeresére duzzadt, mint az állat, és egy ilyen hatalmas nagy púp és fájdalmas. Hát hova mész, ha nem bőrgyógyihoz? Az megmondja, van, ugye van jó bőrgyógyim. Vág is. Tessék? Vág is. Oda szólok neki, hogy vágjon. Nem feltétlenül akart, föl tudom hívni, hogy figyelj, nyugodtan vágj meg. Mondjuk inkább a minőségi vonal, mint a mennyiségi, tehát hogy lehet, hogy ez már túl nagy lesz neki. Ja, tehát hogy a kicsiket kedveli. Igen, ehhez ez a pici kis nicszer kevés lesz. Na ez a tipikus esete az öngyógyításnak, illetve... Napról napra egyre nagyobb? Hát most így nem nőtt tegnap óta. Tegnap megnőtt, de... csak nyomása fáj, vagy egyébként is fáj? Hát nyomjuk meg. Ölök, akkor ha nyomod, igen, meg ha így megfeszítem a hátam, akkor már fáj. Akkor befeszül. Így vagyok. Hát, de anyajegy nincs a környéken, tehát nem anyajegyből. Nem anyajegyből. Nem, nincs anyajegyem. Nincs. Nem lehet az, hogy elmegyek inkább a körzetire. Nem. Lemegyünk a fűtőköz, és kiégetjük. Egy pillongali. Nem, hogy előbb elmegyek a körzeti orvoshoz, és igen, ő majd beutal? Vagy ez jó, hogy megkérdezlek benneteket, ti látatlanban megmondjátok, és elmegyek a te bőrgyógyászodhoz. Nem, ezt nem hagyd ki a körzetit. Uh-huh. Igen? Hát, most a körzeti doki. Hát most miért ő? Mert ránéz, és azt mondja, hogy ide kell vele menni, sebészetre. Hát nem tudom, én azért előtte még köpölyözni, egy kis körömvirágkrémet, vietnámi balzsamot, én azért mindent végigpróbálgatok. Végigforgál ezeket a nagy közhelyeket. Ugye a fenisztil TB-t jár neked az a kezelés, de tényleg így van, dobáljunk rá egy pár dolgot. Fenisztil? Fenisztil körömvirág, amit szoktak rá, jó köpölyözés. Pipamocsok. A pókháló, abban hiszek is, úgyhogy... Ezeken szépen menj végig, és akkor nem akar elmúlni, valószínűleg valami szörtűsző, vagy valami ciszta, vagy valamilyen zsírmir így begyullad, és akkor az így megnő. Mondom, a haveromnak vágták. És kifolyadták. Igen, azt mondta, hogy nem annyira jó. Igen, csak imádkozol, hogy ne jöjjön vissza újra. Igen, de visszajön általában, mert így van, nem tudták jó kifolyatni. Hát... Ugye? Hát vagy a többet iker szarkómát, ugye? Igen, az ikertes. Az ikertesvérén most akkor kitörni a hátamból. Te gyere paradicsomot. Minek? Mert a népi gyógyászatban használják a paradicsomról, hogyha félbevágsz egy paradicsomot és azt ráteszel, a paradicsomnak van egy ilyen fura, kicsi megmagyarázhatatlan vákumhatása. Ha nincs paradicsom, jó a brokkoli is. Igen. Ha nincs, tegyél egy fél kiló lencsét. Így van. Jó. Azért, hogy lencse ne csúszol rá. Ha nincs, jó a fejtett van babis. A hűtőben egy bontatlan aranyfácán. Ragra. Öncsére fél liter zlati bazsantot. Az jó lesz. Nem, tényleg a paradicsomnál szokták, hogy a paradicsom csinálsz dunckötést, ami azt jelenti, hogy megfogod a paradicsomot, félbevágod, és magát a paradicsomot rákötöd. A hátamra. Fogják két kukoricát, rak be a füled mögé. És menjek le, te ért a boldva. És két darab káposztát tegyél a hónod alá. Mindenképpen. Így fél lábon, fél napot. Egy fél citrus a szádba. Tömje zellert az orrodba. Jó. És egy kanál fahé. Igen, és egyél meg egy kanál fahéjat. Nem, tényleg így van, mondom neked, ez a paradicsom, most ez jó, ha a paradicsom nem szívja ki, akkor menjél ki. Uh-huh. Akkor menjek ki. Menjek ki a stúdióból, mert ja, egyre rosszabb szagod lesz. Gumipókhoz magadra tényleg két paradicsomot, és akkor ez hátra. Tényleg. Az jó megoldás. Az jó megoldás. Biztos... Egyébként a népi gyógyászatban sok minden van. A paradicsom az segít. A paradicsom. Jó. Vannak jó ötletek benne. Nekem az egyik legszimpatikusabb az, hogy rögtön kiviszik a falu végére, és nem engedik be többet. Nincs valami bőlér haverod, aki megszúrja? Hát az nem olyan. Az nem ugyanaz. Nagy társaság valahol a másodikon nem lakik valami bőlér? Ott nem, nálunk nincs bőlér. Nincs bőlér. Kisztok egyet az egészségedre, aztán jó megszúrja. Aztán ismered a... Nem is, így Feri, jön! És már kérdez a mondást, amire a pálinka nem jó, az már halálos. Akkor kenjen pálinkával? Szerintem igen. A paradicsom után vagy előtt? Hát... Vagy helyett?
Szerintem szívassam ki paradicsommal. Azt írja valaki, hogy atheroma. Atheroma? És? Adok én, de hogy... Azt egy fagyúmirigy, elzáródott fagyúmirigy. Most bejjebb vagyunk. Fú, 25 ezer forintotba fog fájni, azt látom. Nem, az eltávolítják már neked. Már a diagnózis, tehát ugyanitt, az már, hogy a hallgató megvan. Ugyanitt aranyére lézeres műtétet is megcsinálják. Az nem az enyém. Sérvműtét, visszérvműtét, tehát ha jó helyre mész, ott egyből bent tartanak és megcsinálják. Figyelj, egészen tudjuk, csúnya. Hogy nem volt panasz, de látjuk, most már ezt is megcsinálják. Vegyük egy kalap alá az egészet, kap rá 20%. Ha már itt van Ferenc, akkor oldjuk meg ezt is. Fogadja el a törzskártyánkat. Jézusom, mi ez itt, egy frunkulus? Más ilyen fagyúrmi vagy kása daganat, egy jó... Hagyjál már kása daganat! Szerintem ezeket a neveket. Jó indulatú, közvetlenül a bőr alatt elhelyezkező tömött tokkal rendelkező az. Elváltozás. Tömött tokkal? Tömött tokkal, kása daganat, zsír daganat. Tömött tokkal. Ha valaki végezte, hogy ezt az aterómát beírná, a képekre ne kattintson rá, jó? Nem. Ú, de rosszul néz ki. Valakinek a homlokán jött ki a füle mellett a halántékánál. Örülnek, hogy átadom. Az egy 3 évvel ezelőtti kép. Amit már kiszedtek, nem jön elő. Nem mondtad, hogy ez vándorol. Ez a kásadaganat. Ez elég rosszul néz ki, Feri. Ha ez így néz ki, akkor ez néha bakteriális fertőzés miatt begyulladhat. Fájdalmas piros csomót észlelünk, ami elfolyósodott fagyú. Van ilyen? Hát, hogy mi van benne, azt nem tudom, hiszen zárva van. Ja. Így van. Nagyon fontos, ne nyomkodjál. Azonnali halál. Ha a fenti fotókon nem is feri meg fel az ön által eltávolítatni kívánt elváltozást, kattintson ide további segítségért. Lehet, még vannak még egyéb lehetőségek. Na, annyi, hogy műtét helyi érzéstelenítésben vagy érzéstelenítéssel kombinált altatásban végezzük. A gyulladásos váladék genny lebocsátása, megtörténik a gyulladás megszüntetése és előidézhető. Ha a viszonyok megengedik, természetesen megpróbáljuk tokostól eltávolítani. Aha. De ez nem mindig sikerül. Oh. A sebet gumicsik felett részlegesen zárjuk. Hát itt már konkrétan meg lehet csinálni a műtétet. Hát itt ennyi. Van egy leírás. Hát hozzatok egy kést, én megműtelek. Aha, de szeretném. Most vágtam vele egy sajtos croissant, de én megcsinálom. Legalább takarítsd meg. Bőrmetszést hajtunk végre, és tokostól eltávolítjuk az elváltozást. Ennyi. Ennyi? Hát így van. Óriási. 2-3 naponta be kell járni a klinikára kötözésre. A műtét után a gyulladás mielőbbi gyógyulásra szájon átszedett antibiotikumot adunk. Milyen jó, hogy nem végbélen keresztül adott antibiotikum. Már jó jár. 4-6 napon múlva eltávolítják a gumicsikot, gyakori átöblítés sieteti a gyógyulást, az átöblítést, hogy a sebnek ne legyen baja, ánuszon keresztül végezzük. Oh, igen. Ezt gondoltam, hogy ez nagy nyomás ipari mosóban. Így van, egyben ugyanitt kolonhidroterápiát is megoldunk. Hát ez szuper. A vendégeinknek természetesen. A nagy nyomásról bejutott folyadék a száján át keresztül távozik a szervezet. Alul tesszük be, fölül jön ki majd a melegvíz és minden, amit hoz magával a melegvíz. Lehetséges szövődmények, nézzük meg ezt is, Ferenc, szerintem. A biztonság kedvéért. A leggondosabb orvosi beavatkozás után is kialakulhatnak szövődmények, jó, ha tudod. Tök jó. Kialakuló korai szövődmények, utóvérzés, gyulladás. Egyébként jól kezelhető. Te ki az Istennel vagy, de tényleg? Én csak felkészítelek csak, arra, hogy klinikánkon minőségbiztosítás is van. Csak mondom, ezen a klinikán, ahol vagyok. Aha. Nem mondom, hogy ez melyik klinika természetesen. Minőségbiztosítás? Tehát ha nem sikerül, akkor visszaadják a pénzt? Ha későbbi szövődmények vannak, akkor befektetnek, és akkor eltávolítják az egészet. Aha. Hát nem hangzik túl jól. Extrém következmények, mert szerintem mindenképpen érdemes felkészíteni a Ferit arra, hogy mi van, hogyha nagyon nagy a baj. Mert onnantól kezdve akkor mindennek körül, ami csak kis baj. Onnantól kezdve, hogy leoperálják az egész hátát. Én hallottam, hogy például egy mi van? Ja, tényleg, igen. Mit hallottál? Hogy elcsökevényesedett nagy lábú nőtt valakinek a hátát. Egyébként, de csak a nagy lábú. Igen, de utána fokozódott. Körömmel vagy anélkül? Nem, a köröm nem oda nőtt. Én elmennék dokihoz. Nem várnék ezzel. Na jó, de hol, melyikhez? Tessék? Nem várnál 10-ig, most menjek? Nehogy aztán ez itt kifakadjon. Hát mi lesz, itt fogunk talpig úszni a genyben? Hát nagyon valószínű. Igen. Menjél valami magándokihoz. Na jó, de akkor most kihez mész? Sebészhez?
Bőrgyógyászhoz? Bőrgyógyászhoz, elsősorban bőrgyógyászhoz. Ott kezdjünk? Szerintem kezdj ott. Jó. Csak onnan mész meg végig. Bőrgyógyászat, urológia. Én azt mondom, hogy lehet, hogy dramatizáljuk ezt a dolgot, hogy tényleg az ember hajlamos mindig arra, hogy a legrosszabbra gondoljon. Szerintem tegyünk föl róla egy képet a Facebookra, hogy a hallgatók tudják. Figyelj, az Insta mindig alternatív tartalmat nyújt. Igen. Instára vele. Na, szerintetek ez mi lehet? Figyelj, gyakori, vagy rakjuk fel egyébként a gyakori kérdések pontra. Mi? Reggel találtam a testet. Szerintetek mi a rosszabb? Mi a rosszabb? Mi a rosszabb ez? Nem túl biztató, de ez van most a hátamon. Szerintetek mi ez? Na jó, majd holnap beszámolsz, hogy mi volt. Tessék? Lupus. Nem, az egy Harry Potter regény. Az már hiszem, hogy egy farkas van a hátam. Háromszor vették ki. Nem, az Döbrögi volt. Az egy teljesen más kultúrkör. Teljesen más történet. És az egy elírás, nem vették ki. Na, jó, meg lesz az, nem lesz gond. De a paradicsomot mindenki ette, jó? Azt még kipróbálom. Annyi van csak, hogy ne fürtös paradicsom. Igen. Feri, azt érek, ne hallgass ezekre a hülyékre, csak simán ne dőj hátra, és csinálj 5 bukfencet úgy, hogy a hátad nem ér a földhöz. 8-10 év is elmúlik, ha követed az utasítást. De napi 5-öt? Előre bukfenc, hátra bukfenc. 10 perc fejenállás, 25 perc kézenállás. Jó. Menj, frabátózó, leszedi. Az egyébként tényleg lehet, hogy tettek rád egy átkot, és így jön ki az átok. Menj, hátra mondod. Simán lehet. Szerintem 8 plusz áfáért lekapja neked. Alkudsz egy kicsit, 6 plusz áfába megáll a dolog. Ha nem ragaszkodsz az áfához, szerintem egy borcsomás. Én hallottam, hogy el lehet engedni, azt is szerintem 4-ből megvagy. 4-ből leszedi neked. Viszel egy pakli francia kártyát, meg némi kávézatszot, leszedi. Leszedi neked simán. Igen, ahogy öregszünk egyébként, egyre több ilyen van. Igen. Na, hál' Istennek csak Feri. Nem, egyébként rajtam is. Beatrix azt írja, hogy neki is szokott lenni ilyen a szemérem dombja. Egyeztessünk, Beatrix. Egyeztessünk. Így van, kérdezzük. Fotót egymásnak szerint. És hogyha béka is benne van, akkor kinyomkodja neked. Küldjetek, cseréljetek fotót. Nézd, neked is ilyen van. Neked hol van? Mutasd, a dombomon. Neked hol van? A hátamon. Nézd meg. És akkor a tapasztalatok alapján eldöntöd, hogy ez most mi lehet egészen pontosan. Igen. Feri, így jár az, aki átvált a jófajta hurkáról mindenféle hülye ételek. Egyébként nem lehet, hogy kijött az apkex hátul, nem? Tényleg. Valaki azt írja, a régi étkezés jön most ki. Igen, a zsír és egy malac nő a hát. Szerintem mebent a mandarin, és ezt nem érti. És aki egy hete azon dolgozik, hogy valahol kijöjjön, ő nem volt meg ilyen testben. Fél kiló mandarin megettél, egy nagyobb szippantással a mandarin azóta nem érti, hogy hova kerül. Ez a zsír, minden itt a zsír. Én nem győzhetek, mondta a mandarin, és megpróbált Feri hátán távozni. Én hallom a mandarin segélykiáltását a hátadon, komolyan. Ő akar, vagy a zapkex, vagy valami, nem tudom, mit eszel most, tönkölyszelet, vagy éppen mivel kínzod magad. Nem láttam még a ma reggeli. Tojás rántottam. Hát makadőzsölés van. Bizonyára. De azt tudod, hogy vannak olyan természeti népek, ahol ezek a mutációk, ezek fontos dolgok, és így mindig respektálják és tisztelik, mert hogy a sámánok szoktak ilyenekkel születni. Tehát simán lehet egyébként, hogy te hátadon is kijön valami jövendő. A totálikor a kuátó. Azt mondják, Feri, nem baj, 10 után jöhetsz harangozni Notre-Dame-ba, ezt szalakülte nekünk. Feri, genetikai rokonságban áll a tevével, neki most kezd nőni a púpja. Berci üzente nekünk. Feri, ilyen háttal nem mész át a műszaki vizsgát. Így. Lézerrel körülbelül 15 ezerért leszeli. Megnyitom a bogár hátul. Igen. Bortároló púp, azt mondják. Igen, minden reggel önöket hallgatjuk, nem kizárt a kedvezmény. Írják. Köszönjük. Na igen, a malac befőtt jó rá, azt kell rátenni egyébként. Igen. Valaki azt írja, hogy vakbél, valaki azt írja, hogy fejét sebészetre menjél, felvágják, egy picit fáj, de túl lehet élni. Jönnek komoly SMS-ek is. Nagyon jó. Tájok, keresetek rá YouTube-on. Én kihagyom, de ajánlom mindenkinek, hogy keresetek rá ezen felkiáltással a YouTube-on, hogy tájok. Így van. Tájok, városok. Az a lényeg, hogy bármi ilyen elváltozást lát az ember a testén, azonnal menjen orvoshoz. Igen, ne az legyen, hogy majd elmúlik meg. Ja, Istenem, ez holnap már nem lesz itt. Veszélyeztetett korban vagytok, srácok. Tehát az a helyzet, hogy a tikorotokban már így, lassan 50 felé, ez veszélyeztetett korba léptetek. Itt már nincs úri huncutság, hogy majd elmúlik. Kis elváltozás, kicsit kaszúr a szíved, kicsit izzadsz, mire fölérsz. Tessék minden elmenni. Doki, az nem szégyen.
Hamarosan ő lesz a legjobb barátotok. Aha, jó, ez a pár év, ez már csak menekülés. Erősen a B oldalt kapargatjátok már. Itt már fel kell figyelni a testetek jelzéseire. Itt már nem szabad egy legyintéssel leintézni, mint anno 38 évesen. Jó, tehát itt ezt se komolyan venni. Okay. Azonnal elmenni orvoshoz. Nehogy aztán később. Ó, de óvatosan. Mert mi még, akik fiatalok vagyunk, mi még azért ugye ezzel így átudozhatunk, de ti már ott a B oldalon azért ez már nem játék. Óvatosnak kellett, de csekkoljuk előtte, hogy mennyire értenek a szakmájukhoz. Menjünk be együtt. Felmászok a hátadra, mondd azt, hogy én vagyok. Nézd a doktor úr, egy vándorló pup van rajta. Nézd, hogy arra most itt. Jézus, ott berog, de ezt most fel is vágom. Jé nyüszög, jé beszél. Így van. Jé fáj neki. Igen. És még csizmát is húzva. Lemaradtam felének, szemérem dombja nő a hátán. Igen, igen. Igen, a két SMS-ből így lehet. Igen, most sajátot akar növeszteni. Igen. Nem lehet, hogy valaki átkot rakott rá tényleg? Az így jön ki. Nem lehet. Átok. Ki lehet az? Nem hívjuk, hát hívjuk fel Frabátót, hogy vegye le. Frabátót hívjuk már fel, csörgessük már meg. Szerintem már biztos nem az, hogy túl van már két rendelése, 20 plusz áfája, biztos. Fél nyolckor már lezavart két rontáslevételt. Ebbe egészen biztos vagyok. Hát meg most repült haza szerintem. Hova, honnan? Hát a szeánszról az erdőben, ahol találkoznak a boszorkány. A druida találkozóról, mert hogy éppen ott van. Ajajajajajaj. Én most egy picit aggódom miattad. Nem. Sokan, nagyon sokan aggódnak. Látom az arcodon. Az SMS-ekből is látszik, hogy hallgatok és nagyon aggódnak. Így áll zsíroldó. Ha akarsz róla mesélni, várunk a reggeli műsorunkban, Andy. Gyerekek, de Zsurrához be tudsz ezzel ugrani. Frabátó? Úgy is tudja, hogy mi hívjuk. Hát persze. Hát, ha jön, nem lehet, már tegnap tudta, hogy hívni fogja. Ő tette föl, lehet a púpot. Valaki azt írja, Ferinkulus. Tényleg, Ferinkulus. Egy jó kis Ferinkulusom van, doktor, nagyon ne szellemeskedjen, Rákóczi, mutassa. Aggódom, értetek. Köszönjük. Sok 9-es van a Frabátó számában, gyerekek. És ez baj. Nem baj, azért csinálja, mert egy picit mindig tudod olcsóbbnak tűnik. Azt írja valaki, hogy nagyon fog fájni, furunkulus, kettőt már túlélt, Andi írja, hogy készülj föl, hogy fel fogják vágni, és ez tényleg eléggé fáj. Uh-huh. Hagyjatok már békén, most én csak segítséget kértem, erre most arra megyünk rá, hogy hogyan nyírjuk ki a csávót. Már nem él, már halott, de addig is nagyon fog szenvedni. Jó, az a fontos, hogy magas labdákat ne adjál majd a doktor úrnak. Tehát amikor elintézi ezt az egyet, nem mondd azt neki, vagy kérdezd meg tőle, hogy is doktor úr a három here fura. Csak nehogy úgy... Az nem, én szerintem nem mondják. Csak nehogy úgy járjál, mint a púpos, aki bemegy a pékhez, és azt mondja, hogy kérek egy kiló kenyeret, mire a pék hátba vágja, és azt mondja, hogy addig nem, amíg az előzőt le nem nyert. Bemész majd a kedvenc pékhez, és azt mondja, Józsikám, hagyj egy fél kiló kenyeret, rohadtul hátba vág. Ferinkém, amíg az előzőt le nem nyert. Vigyázzál. Na mi van Frabátóval, nem veszi föl? Rendel? Hát valószínűleg, hogy rontást vesz le, vagy nem tudom, szerelmet köt, vagy mit csinál. Valami ilyesmi lehet. De tényleg csak vidáman menj be. Tehát, hogy ne lássák rajtad, hogy egy picit megfogott ez a dolog. Aha. Tényleg mondja ilyeneket, hogy ez a furunkulus már púpa hátlamodok. Csak lazán. Ez az lazán flottó. Nagyon-nagyon-nagyon sok pulik azon, hogy belépsz az orvosi rendelőt. Hogy lássák rajtad, hogy laza vagy. Nem félsz, nem ijedsz meg. Érted? Aha. Lazák vagyunk, nem kérünk semmitől. Nincs sápadság. Ahogy a Ducsi Dilibe mennek a Hello Doki! Hello Doki! Mi van? Lazák vagyunk, nem kérünk semmitől. Hello Doki! Csak így kell tolni. Tehát egy abszolút. Na mi van? Sátikálunk! Érted? Bemész, hogy rögtön megszeretnek egyébként a váróban. Az nem. Ja, de lazának kell lenned, jó? Ne lássák az arcodon azt a nagyon-nagyon komoly félelmet, ami van most benned jelen pillanatban, hogy nem sokára elpatkolsz. Tehát, hogy lazán toljad. Aha, jó? Az lesz a fura egyébként, hogy... Azt írják, hogy tevepatához kell a púp is. Látjátok az Instagram képeket akkor. Ugye, az a baj, hogy nagyon rossz helyen van abból a szempontból, ez a bizonyos dolog, amiről még nem tudjuk, hogy mi, de félelmetesen hangzik, hogy leírta a Feri. A hátán van, tehát ő nem szemből nem fogja látni a doktor. Az első fél mondat, vagy az első néhány szó lesz az, ami egyébként szerintem döntő lesz. Igen. Tehát, hogyha mondjuk azt hallod már az elején, hogy... Igen, te csak hangokból fogod tudni megítélni, hogy a doki mit mond. Nem hallod, látom az arcát. Azt mondja, úristen, Irénke, jöjjön ide. Na, akkor lesz igazán baj, mikor oda hívja Irénkét. Ilyet még nem láttam, Irénke, jöjjön ide, ezt nézze meg. Ott kezdhetsz kapaszkodni. Rámarkolok az ágy szélére. De szép gömb vagy, akkor...
Sanyi! Beszéddudor vagy, Sanyi? Az a neve, hogy Sanyi? Sanyi. Hogy van Sanyi? Mikor kezdjen el aggódni a Feri 0676 45 00 00 az SMS számunk, ha mit hall a háta mögül? Figyelj, vagy jönnek egészen jó SMS-ek, a férjemnek is volt, a szakács barátja vágta fel barkás szikével. Én szeret, mondtam, gyerekek, hoz valaki egy öngyújtót meg egy snitzert, én megcsinálom. Nagyon jó. Öngyújtóval sterilizálom a snitzert, 8 órára. Tegnap vagy tegnap előtt mostam el a Gyuláét, ott hagytam. Tök jó. Letörtem még róla egy, hogy hívják, az elején letörtem egyet, hogy élesebb legyen a következő. Szerintem megoldható. Előtte sterilizáljuk. Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg magatokról, jó, hogy mit diagnosztizáltatok saját magatokon, ami aztán nagyon nem az volt. Amikor bementetek a házi orvoshoz, és azt mondtátok, dokikám, tudom, mi a bajom, megfejtettem. Google-ról letöltöttetek képeket, úgy éreztétek, hogy ti rájöttetek arra, hogy mi a kórkép. Elmentetek dokihoz, és kiderült, hogy nem, hogy köze nincs a valósághoz, hanem valami teljesen másról van szó. Ugye ma már mindenki magyar házi orvosként működik, diagnosztizálsz azonnal. Interneten rákeresett, fórum, elolvasod, beadod a fotót, úgy mész oda, hogy csak a receptet írja föl, dokikám, nem? Meg vagyunk. Tudjuk, mi a baj. És hát az ember azért sokszor félre diagnosztizálja saját magát. Jó, írjátok meg nekünk, hogy nálatok mi volt. Küldjek át számot? Magánrendelésre? Hát ha tiéd, akkor ne. Szeretni fogok. Jó kezekbe leszel. Írjátok meg, jó? Az SMS-eket várjuk. SMS számunk 06 745 0000, mintha már ez a 70 is kicsit élettelenebb lett volna, Feri. Erősítettem, hogy azért szinten maradjunk. De úgy tettél rá egy kicsit, de éreztem, hogy a másik oldalról már nem úgy jött. Basszus. Nagy a baj. 8:04 jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan. Egy perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt. Kinyitott a klinika. Morning Show klinikája. Olyan, annyira jó, hogy itt ülhetek vele. Ugye? Hogy ez az aggódás, ez a fajta empátia, ez a fajta érzékenység, ahogy mi egymás nehéz pillanataihoz. Azért is mert elmondani, mert tudtam. Mert tudtam, hogy jó helyen vagyok, Jani kirohant egy pohár vízért. Hogy segítünk, hogy azonnal magánklinikát keressünk, orvost keressünk, STK-t, körzetit, érted? Ennyi. Azt mondjuk már nem hagyja, hogy a Zsül mesterséges légzést adjon neki, de ez jól vagyok, úgy, de jól vagyok. Mert hát Feri elmondta, hogy van egy ismeretlen eredetű púpa hátám, nem néz ki jól a dolog, elég nagy öklömnyi most már. És hát megvan ijedve. Mi pedig próbáltunk azonnal a segítségére sietni, remek kollégaként. És hát az ember ilyenkor mit csinál? Támaszt nyújt, megnyugtat, és azonnal segítséget ad. Ugye? Ez a három legfontosabb. A megnyugtatás, a támasz, a segítség, gondoskodás. Mindegyiket megkapta tőlünk. Meg. Tehát szerető gondoskodás volt, támasz volt, segítség volt. Együttérzés és aggódás. Nagy gond mondjuk nem lehet, hogy csak az volt fura, hogy tegnap este Béka kiterelt a gyerekeket a fürdőszobából. és gyorsan lefektetőket aludni. Gyorsan fejezzétek be a fogmosást. De anya, még van három perc. Nem értitek? Ne nézzetek apátok hátára. Na, megkérdezzük Frábátot, fölhívtuk neked, jó? Hát ha azt mondja, ez csak egy rontás. Így van. És hát ő le tudja neked venni, vagy legalábbis mond valamit, hogy mit csináljál. Hát ha valaki valami csúnyát tett rád, és akkor megpróbáljuk levetetni. És ráadásul nála mindig van egyébként kis közepes és nagy kiszerelésben varjúháj, szerintem. Az a legjobb. Persze, ha hamar elmulasztja. Itt van Frábátot, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok! Nincs valami ilyen... Hallgattam a műsort, de nagyon fontos, mert csak egy rontás, ez nagyon komoly dolog. Egy valamit kell tudni ilyenkor, a hátán van, azt hallottam, az elején van, tehát elől helyezkedik el a testen, akkor a jövőből várható gondot jelent, a hátának a múltjából valaki rontja. Annyit kéne tudni, hogy a jobb oldal vagy a bal oldal. Középen van, képzeld, a gerincen. Lúha. Gerincen és... Csak a pihotás ember, akkor én már nem tudok segíteni. Nem, de tényleg, tehát középen, és így hát közepén is. Tehát, hogyha így megfeleznéd a hátamat, pontosan középen. Ez hány napja jött ki? Mikor vetted észre? Öt, de akkor még kicsi volt, de most már felnőtt rontás. Napról napra egyre nagyobb. A filmet is csináltak régen, ez a Notre-Dame-i toronyról. Így van. Már én is nagyon félek, hogy hátra fog rántani egyszer. Megyek az utcán, paf, hátra de esem. Szerencsére azt mondja, hogy lefele terjed. Most van a medence csontja magasságában. Igen. Kinek szerencse? Egyébként nem jó dolog, mert pont azért kérdeztem, hogy hány napja van, mert vasárnap volt, szombat este, vasárnap reggel volt tele volt. Tehát az előtte kijövő dolgok, 2-3 nap lett, az tényleg rontás. Tehát valaki negatív dolgot tesz a múltjából rá.
küld valami negatív energiát, hogy a médiásoknál ez előfordul, hogy vagy szeretnek, vagy nem. De ez valami komolyabb dolog. Azért kérdezem, hogy jobb vagy bal oldalon. Ha ez működne, már halott lennék. Én már meghaltam. Hát igen, neked van védelmi rendszered is. Az is így. Ha bal oldalt lenne, akkor szerelem. Tehát valami nő, aki beigazolatlan szerelmet kapott, azt teszi rá. Így szakmai. Tehát a középen a szakmai derékbe akarják törni igazán a karrierjét. De nem a derekamon van, hanem a hátam közepén. A gerinceden. Ez egy szólásmondás, hogy derékbe akarják törni a karrieredet. A nem jó dolog. Tehát ha növekszik, akkor automatikusan folyamatosan foglalkoznak vele. Nem egyszer egy negatív dolgot rányomtak, hogy na a Feri, hogy mit tudom, legyen ez és ez a baja. Én nekem van tippem, vagy van tippem, elképzelhető, hogy ez valami nagy univerzális böllérátok, tudod? Tehát, hogy meghallották, hogy zabkekszet eszel, hogy fogyókúrázol, elárultad őket, és nem eszel disznótorost, és zabkekszel, meg nem tudom, korpás műzli szeleteken élsz, meg mandarinon, és a nagy böllérátok egyszerűen átkerült. És ez csak hát az fog nőni, nőni. Nagyon jó gyógyírt, de most halál kommentáltanám, tényleg van egy szárított béka, azt kell ráköpni. Na jó, ne, hagyjál, ne, jó, de meg kell előtte köpködni, ugye? Én nem nyalni. Nem, a fejét le kell rágni. Ja. Úgy hatásos. Szárított béka, hol? Varjúháj, vércsevér. Ezek még beszerzés alatt vannak. Egyébként arra kell figyelni, hogy ennek vasárnapig ebben valamit csinálni kell, hét vasárnapig, vagy sebészeti úton, vagy varjuhája, vagy valamivel el kell mulasztani. Miért hétfőn árat emelsz? Igen, miért hétfőn mi lesz? Igen, hát ez másokba került. Balázs fizeti. Ez az én köröm, én állok. Én akarok neki segíteni. Mert ha nem szedjük ki vasárnapig, akkor... Akkor szervezeten belülre kerül, mert ez bármilyen furcsa rajta van a testeden, de szervezeten kívül van, tehát energiamezőn kívül, és onnan... És berágja belülre. Magát. Hát végül is igen, tehát hülyeskedsz vele, de egy komolyabb bajt okozhat. Annyit tudok csinálni, hogy kézrátétellel így megfogom, és áthelyezem valaki másra. Hát vagyunk, hát a Balázsra most ezek. Van egy gyöki ötletem, tedd át a Janira. Beszert, aztán majd a Jani átteszi rám, mi meg adjuk egymásra. A felét ide, a felét oda, az a lényeg, hogy megszabaduljunk tőle. Hát nem, és, tényleg komoly. És kézrátétellel kéne ezt csinálnod? Hát, bal kézzel. Azért, hogy én ne kapjam belőle semmit, de egyből kell valakit, akire átteszem. Én már láttam, szerintem, ha láttál, nem tennéd rá a kezed. Én megnéztem, szörnyen néz ki. Nem mondj ilyet. Nem. Szerintem megharap. Imádja az ócsemegét, ahogy láttam, és már önálló élete van. Vigyázz vele, fogai vannak. Úgyhogy óvatosan. Mint a 8. utas a halálban. Igen, nem csak ez ott jön. Igen, nem marsolva jön ki. Engem. Ez csak a feje. Van. Nem biztató. Nem biztató, amit mondasz. Nem biztató, különben tényleg nem biztató. Hát ilyenkor sebészhez el szokott menni az ember, de hát a sebész az kivágja. Igazából ez a gócpontot kéne megszüntetni, és ez visszajöhet. Tehát ez folyamatos rontás. De Feri a gócpont. Én vagyok, rajtam van a góc. Nem, ez senkiben nem kapott volna életre, a Feribe életre kapott, mert annyi kolbász, meg annyi zsír van benne, hogy valahol ki kell termelni a szervezetből. Óriási vagy, óriási vagy. Neked nem tudunk olyat, mondani, amire ne lenne gyógyír. Én nagyon szeretem. Bármi a panasz, megfejtjük. Telihold előtt, telihold utána, azonnal megfejtjük. Jól van. Fontos. Jó, köszönöm szépen, és akkor jók legyetek. Köszönjük. Feri, nem múlik el, akkor hívjál privátba, és akkor majd valamit csinálsz. Jó, jó van. De az már fizetős. Az már viszont fizetős. Hát az már az. Add már csörögjön akassza. Köszi, csáó, vigyázz magadra, jó munkát. Ilyen. Bármit is csinálsz, jó munkát. Ugye? Szoktam. Ugye? De bármit csinál, jó munkát csinálja. Neked. Bármit csinálsz, azt jól csinálod. Milyen jó. Ügyes. Ugye, bármit mondasz, bárkinek bármilyen tanácsot adsz, jó munkát kívánok. Akár olyan is veszel azt, amit mondasz. Hát, ezt a bármilyen is olvasod, ezt a rengeteg blödséget. Kiváló munkát kívánunk neked a mai nap. Na most biztos rám is rám tesz egy furunkulust ezért. Lehet. Most már kotorászik a fiókban a Balázs bábú után. Hol a kötőtől, hol a kötőtől. Most szúrt meg egy rohadt nagy kötőtől. Elkezdett szúrni a szívem is. Hát... Nem jó? Nem, figyelj, nem lesz gond. Jó, de jó. Nem lesz gond, ahogy szerintem. Te mondod. Van egy pisikúra, ami arról szól, hogy ha lepisíjuk, akkor elmúlik. Miért többen annál jobb? Én nem merek otthon elmenni, mert nehogy a gyerek fölébredjen, még egy reggeli középsugaras az abszolút bennem van, hogy gondolod. Simán meggyógyítalak vele. Hát próbáljuk ki.
Biztos jó rá. Nekem még jó a prosztatán, felpisilek a hátadig. Ami mondjuk nagy kívás. Igen, ugye? Nagy kívás. Figyelj, az van, hogy én már pisiltem, és szerintem menjünk biztosra. Tehát legyen egy olyan, amit betolom ezt a kávét. Aja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 j
vette? Hát nem tudom, azt mondta, hogy valaki derékbe akarja törni a karrieredet. Hát, igen, az hova? Hogy tudnának valamit a karrierbe törni, derékbe törni, ami nincs. Nem. Tehát nem is értettem ezt a dolgot, mit lehet ezen derékbe jó, törni. Jó, ez már nekünk a nyugodtság. Ez is igaz. Az mi? Vagy hogy, mire mondod? Ja, hogy már elengeded. Na, hát már nem kell kapni. Mit törnek? Tütörjenek. Valaki a hátam közepére kívánt. Nem, de akkor miért van az én hátam közepén? Mikor volt utoljára a fizetésem és a kórhelyben? Lehet, hogy beráktak a pincérek, a séfát kapják. Egy hónapja mérgeznek valami brommal, vagy nem tudom, miért ott jön ki. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk. Mert hogy itt is van már a játékosunk, a kérdés mit mond óram? Visszafelé beszélünk. Lészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben a mi. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vásigyelán, mimet. Aki válaszol. Sziasztok, Anómar vagyok. Anómar, hello. Ramona. Hello, Ramona. Sziasztok. Honnan hívtál minket? Kaposvárról. Mondom, hogy miből tudsz választani. Okay. Ország, híres ember, szólásmondás, állat. Hát legyen az ország. Legyen az ország. Jó. Fél percet van, kettőször mutatjuk. Jó? Okay. Próbáld kitalálni. Mit mond óra? Mutatjuk. Figyelj. Indul az óra. Muigleb. Belgium. Éj, de jó vagy. Így van. Ez volt. Muigleb. Belgium. Muigleb. Muigleb, így van, ügyes vagy, már hát ez gyors érték volt. Megvan az ajándékcsomag. Köszi! Ez könnyű volt. Tényleg könnyű volt egyébként. Hát amúgy igen. Amúgy igen. Okay. És lesz egy jobb őrgyógyászt Kaposváron. Hát, nem. Egyelőre, hogy a dolog kinéz, jó a belgyógyász, és jó az urológus, és jó, bárki jó egyelőre. Mert azt beszéltük itt fel, hogy minél messzebb kell menni, mert nem tudjuk, hogy mi jön elő belőle. Kezdjük egy optikussal, nézze meg, aztán majd meglátjuk, mit mond. Ramona, köszi, már hívnak, hogy hallottunk. Ciao. Hello, hello. Gyorsan még egy-két SMS, mit írnak a hallgatóink, vannak nagyon jó SMS-ek. Ugye azt kértük tőletek, írjátok meg nekünk, hogy mit diagnosztizáltatok saját magatokon, aztán ugye mi lett a végeredmény. Doktor úr, megfáztam, erre kaptam egy beutalót a sebészetre, és kivették a vakbelemet. Oh. Ez történt konkrétan. Feri, ez az elvonási tünetek miatt a nikotin görcs. Készülj rá, még egy kicsit így marad, így van. Feri, ha tegnap ettél volna az almás pitéből, minden rendben lenne. Puszi, Gabi. De lehet, hogy ettem belőle, és azért jött ki. Igen. Igen, mosópor allergiát diagnosztizált a háziorvos, egy hónappal később kiderült, hogy rühes vagyok. Ügyeletes orvos szerint valami megakadt a torkomon, azért nem kaptam levegőt. Szerencsére kihívta a mentőt, kiderült, hogy infarktusom van. Zsolt küldte nekem. Azért annak, ez nagyon kemény mellé nyúlás. Igen, valami megakadt a torkám. Azért semmi, hogy köhögjön. Impotenciát és inkontinenciát diagnosztizáltam magamnál egy vigipiázott éjszak után, másnapra szerencsére elmúlt. Állítólag az öregkoromra visszajön, de akkor végérvényesen, igen. Infarktusra gyanakodtam, diagnosztizáltam saját magam, kiderült, idegbecsípődés volt, ezt Kati küldte nekünk. A szakmám hentes, a foglalkozásom buszvezető. Válasz eszköz, hogy mivel távolítsuk el. Kaptuk ezt is SMS-ben. Na jó, van 5 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk pontosan. 11 perccel. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk. Nincs ma túlságosan hideg. Persze azért jól fel kell öltözni, de nem vészes az időjárás. Enyhe, sőt, napról napra egyre enyhébb lesz. Viszont csúsznak az utak, úgyhogy figyeljen mindenki. Valami esett éjszaka, és ez még talán éjszaka a fagy miatt egy picit ráfagyott. Viszont búcsúzunk a fagyoktól, azt látom, hogy hétvége felé már 7-8 fok, jövő hét elején pedig 11 fok, tehát tavaszias időjárás. Itt a tavasz. Veszi kezdetét. Hát ez mindig így van, aztán amikor márciusban már tényleg azt hiszed, hogy itt van, akkor még valami. Ha jön olyan... át másik autóban. Ugye a 3 hetes zord időjárás következik, hogy utána hirtelen az ember még tudomásul vesz, hogy nincs még itt a tavasz. Tényleg így szokott lenni. Erős bekezdéssel, utána egy enyhébb január vége február, majd még egy nagy zuhi.
Ugye? Mindig, mindig így van. Így van. Nagyon szépen köszönjük egyébként az SMS-eket, amikben jobbulást kívántok Ferinek. Nagyon sokat jelent számára is, nagyon. És számunkra is, hogy ezekben a nehéz pillanatokban így össze tudunk zárni. Igen, igen, hát ahogy ti összezártatok, már egymással az nagyon jó volt, de hogy velem nem, az biztos, nem baj. Majd. Nem, egymást támogatjuk ezen a pillanatunkban, ugye ezen mindannyiunknak szükségünk van. Így legyen őszinte hozzátok az ember. Behozom, ugye? Elmondom, látod, hogy mi van, segíthetek. Érted, csak segítséget kérek. Soha nem élünk vissza semmivel. És belém rúgunk, belecsapunk, beletörli a lábát. Vértség vagyunk, mindenki szívja mindenki vérét. Persze, de ne várj empátiát, együttérzést. Ezeket a szavakat nem ismerjük. De az szimpatikus, hogy újra és újra azért megpróbálkozom bebizonyítani ennek az ellenkező. Én adok esélyt nektek. Azt hiszem, hogy ahogy öregszünk, így marad bennünk valami jó, vagy talán így jobbakká válunk, de nem. Csak nem, a vérszíves. Ahogy öregszünk, egyre inkább hasonlítunk a Mapecsó öregbe. Az M0-áson most történt egy baleset, a Nyíregyháza felé vezető oldalon az 53-as kilométernél belassult a forgalom, és a belső sávban többen összeütköztek. Fecó küldte nekünk. M1-es 108-as kilométerénél a rendőrök Hegyeshalom felé mérnek, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki, könnyen bele lehet futni, ugyanis nehezen láthatóak. A Debrecen-Mikepécs közötti teljes útzárat feloldották, félpályán halad a forgalom. Aztán Vasmegye Sárvár-Épcsala között is nagyon csúszik, szerencsére mindenki felméri a helyzetet és figyel a többiekre. Hangácson mérnek a régi presszónál, Csipisz küldte nekünk. Régi presszó. Régi presszó, új presszó. Régi presszó, új presszó, fontos egyébként, igen. Aztán azt mondja, hogy a szabadkikötőtől a város felé teljesen beállt a forgalom, ezt Gábor küldte nekünk. Baleset az M3-oson a 248-as kilométernél Nyíregyháza felé, kocsi a szalakorlátnak ütközött, üzente Gaga. És tulajdonképpen ennyi. Ezek a legfrissebb közlekedési hírek. Hogy vagy? Húha. Jó. Figyelj magadra. Isten. Na, nem tudom, hogy olvasnátok-e azt a cikket, ami egy újonnan eladott Renault-ról szól, és ez a napokban jelen meg, egészen megdöbbentő a dolog, mert azért azt tudhatjuk, hogy ha használt autót vesz az ember, akkor azért ugye hát nagyon óvatosnak kell lennie, és szinte már-már lerágott csont az, hogy az autókereskedők, az eladók, a vevők, a biztosítók, mindenki elmondja, hogy mindig legyél óvatos, vigyél szakembert, járd körbe a dolgot, mert bele lehet futni csúnya pofonokba. És az egyik legdurvább eset, kinyomozta a Total Car, hogy garázsban tartott, rendszeresen szervizelt autóként árultak egy vonattal ütköző, a biztosító által gazdasági Total Car-osnak minősítőt Renault. Autóvásárláskor. Ugye? Az ember tud azért nagyon, érdekes dolgokkal nagyon érdekes. Mondjuk én nem nagyon látok ellentmondást, tehát attól még lehet szervizelve. Így van, nem? Addig tehát, szervizelve volt. Izé, hogy srácok, most vicceltek, hát oké, hogy elhoztatok a szervizet, mit csináljunk vele? Hát tartsátok a garázsban. Ez egy kicsit szemtelen azért, hogy rendszeresen szervizett garázsban tartott. Mert a női vezető nem dohányzó. Megkímélt állapotot kellett volna beérni. Az autóra egyébként a régi tulaj ismert rá egy hirdetésben, ahol ugyan a rendszámot nem rakták ki, de állítólag valaki megjavította, majd egy budafoki kereskedésnek eladta, és az új tulajdonos, aki megvette, azt mondta, hogy ő már viszont nem tudott a káreseményekről. Tehát bekerült, beadták, ott a kereskedő átvette, ő már ugye feltette ezt a hirdetést, behívta a kulcsszavakat, garázsban tartott, rendszeresen szervizelt, nem akarsz más hallani, ugye talán még a szakszervizben leinformálható, szervizkönyvbe bepecsételt, tehát ezek a jó szavak. És hát kiderült, hogy hát az ilyen jellegű kár. Hogy találkozott a vonattal a Renault. Aha, nem volt szerencsés találkozás. Erről van egy kép, itt konkrétan azt szokták csinálni, hogy levágják az autó elejét, és szereznek egy olyan autót, aminek a háta Total Car-os, és a kettőből csinálnak egyet. Ilyenkor már ez szokott történni. Uh-huh. Na most te úgy veszed meg az autót, hogy erről halvány fogalmad nincs, hogy neked két fél autóból van egy kocsid, az azért nagyon durva. Tehát, hogy azt mondják picit erre, hogy ez egy nem balesetezett, szervizben, szakszervizben szervizelt autó. Mondjuk, az nincs ott a hirdetésben, tehát ezt a felét, amit lerombolt a vonat, és még egy bemaradt, azt tartott a garázsban. Tehát, hogy ütközött a vonattal, a vonat elvitte a felét, és ami megmaradt, azt viszont betolta a garázsba, és ott tartotta. Igen, nem hazudott, garázsban tartotta. Csak a roncsot tartotta a garázsban. És utána, amit Feri mond, összerakta két autóból. És nem is kell egyébként hazudni, mert ha a hirdetésben azt írja bele, hogy elől-hátul rendszeresen szervizelt, akkor onnantól igaz, hogy onnantól kezdve nincsen gond.
Júj, ez hát, nem. Egyébként akkor lett volna még szebb, hogy nem az előző tulajdonos, hanem mozdonyvezető ismerte volna fel az autót. Hello, ezt én trafáltam el az elejét. Hát nem így nézett ki, amikor az autót elkoztam. Na nézzük, mi az, ami belefér, ha használt autót adsz el, és mi az, ami nem, már nem fér bele. Hát jó? Ugye, tehát nézzük meg a nagy csalásokat, nézzük meg a kis csalásokat, és nézzük meg a pici csúsztatásokat, ahogy megpróbálod kelendőbbé tenni az autódat, mert azért legyünk őszinték, a cél az, hogy elad. Hol van, kinek hol van az a határ, ami még belefér? Kinek hol van az, ami azt mondja, hogy csaló, ezt már nem ér így föltenni, nem ér úgy befotózni, nem ér ezt még beleírni, mert ez kicsit megtéveszti a vevőt. Nézzük a durvákat. Hát de figyeljetek, egyáltalán lehet komolyan venni bármilyen szinten is egy ilyen hirdetés? Tehát nem az van, hogy felhívod a telefonszerűen, megkérdezi, hogy van-e egyáltalán autó, illetve mi igaz a névelőkön kívül abból, amit odaértek az autó mellé. Meg, mit gondolsz meg? Mondja, konkrétan jártunk úgy, hogy egy időben autót szerettünk volna vásárolni, ez egy évekkel ezelőtt történt ez a dolog, és egy konkrét márkát néztünk, és a közelünkben volt egy autókereskedő, és kinéztünk egy autót, oda telefonáltunk, mondjuk minden oké, igen, itt van kis autó. Elmentük a telepre, és kiderült, hogy nincs. Tehát, hogy egyszerűen az a kocsi fizikailag, amit ők fölraktak szöveggel, fotóval együtt, és amire mi rákérdeztünk telefonon, oda mentünk, kiderült, hogy az autó nincs. Nem igen, létezik, mert abban nem volt, és eladták, vagy nem igen, is volt? Volt, és eladták. Eladták, de mikor oda telefonált, és azt mondták, hogy persze menjünk, persze nézzük meg, igen, ott van, igen, oda meg kiderült, nincs. Hát, tehát, hogy amíg odaértetek, akkor elvitték. Vagy egy ember. Hogy tehát akkor most mi mindenki jött mennyi ide? Idő telt el a telefonálás és a személyes megjelent? Sejtheted, kb. Egy nap? Dehogy is, egy két óra. Na, az alatt? Hát két óra, hát én úgy adok egy kocsit. Jön a jó megy a hely. Persze. Hát ne viccelj. Persze, és már nem tudod fölhívni. Ja, hát nem tudod fölhívni, nem volt meg a számod, meg úgy volt vele, hogy ha már odamész, akkor hát ha választasz egy másik kocsit. Szaladjuk még ott, nézze, ott kanyarodnak be. Ott az a piros. Na mi az, ami belefér még? Hogy csalunk, amikor használt autót akarunk eladni? És mi az, ami már nem fér bele? Nézzük meg vevőként, nézzük meg eladóként. A megkímélt. Az állapot. Ugye be tudod jelölni, hogy milyen állapotot tüntetsz föl? Eladóként szerintem, ha mondjuk ilyen karcolás, igen, javítás történt, tehát nem elemcsere, hanem mit én, valaki meghúzta picit így meghorpat, azt a jó lakatos kicsi megcsinálta, lefestett, fényezték. Szerintem fényezték, azt szerintem belefér. Tehát azt nem kell bevallani. Hát azt nem, hát. Vevőként rohadjál meg. Igen. Rohadjál meg te szemét, mert itt el fog majd kezdeni rozsdásodni. Miért nem szóltál, hogy ez az elem meg volt húzva? Egy, kettő. Ha például azt mondod, női tulajdonostól, és zárójelben, hogy is, akkor szerintem az belefér, nem? Miért van az, hogy a használt autó minden női tulajdonos garázsban tartott, keveset futott, rendszeresen szervizelt? Ugye ez azért van, mert egyébként opcióként ezt az eladás utolsó részében be tudod x-elni. Tehát ez nem magadtól írod be, csak bepöttyözöd. És ott van női autó, nem dohányzó, keveset futott, szervizkönyves. Legszebb, figyelj. Ez ugye pötty, bepöttyözöd az összeset, és ez gyönyörűen néz ki az autónak az adatlapján. Ez a része, tehát hogy ezek már előre meg vannak írva, és akkor még beleírogatnak itt ott. A legszebb az, hogy előre megvan írva, utána van egy rész, amit te beleírhatsz, de ez megvan írva előre. A szervizkönyves, nem dohányzó női tulajdonos garázsban tartott. Idős orvosnő által másodautónak használt garázsban tartott. Mert azért egy diplomás mégse teszik. Hát, igen, ők annyira kulturáltabbak, nem? Én most eladtuk a Viki autóját, hát futottunk bele érdekes dolgokba. Nem régiben árultuk, fővétjel csávó, mondtam, hogy passzolját, mert intézem. Miért ennyi az autó? Hát mondjuk neki tesó. Hát, nem így. Hogy van egy másik, az sokkal jobban felszerelt, hogy ez miért ennyi? Hát mondta neki, hogy akkor miért nem hívott fel azt? Igen. Hát azt nem hívja föl, de hogy ez miért ennyi? Ez a kocsi nem ennyi. Meg hogy ő látott két másikat. Így próbált alkudni, még a Viki nem szívva, és azonnal mondta, hogy nagyon örülünk ennek, hát tessék fölé. Mi azt, miért ennyire tartjuk az autót, eladjuk, hát ez drágán van ez fölrakva. Hát ennek nem ennyi az ára. Hát ennyire én már megveszek más autót, mondja azt, tehát autó, egy más felszereltség. Azért tetszett telefonálni, hogy panaszkodjon. ő használta az autó lelkiismerete. Igen. És mondta, hogy ez egy drága autó, neki erre nincs pénze. Ekkora lett a fejem, elkezdett úgy alkudozni, hogy nem látta az autót, elkezdte leherótozni, elkezdte fikázni a hirdetésedet egyébként, hogy hogy merette ezt föltenni, és felsorolt négy ugyanolyan kategóriájú drágább autót, hogy egyébként, ha tudjuk, hogy az annyi, akkor mi hogy jöjjünk ahhoz, hogy azt feltegyük, mert ő már annyi pénzért azt is megvehetni. Normális az ilyen. Azt kellett volna neki mondani, hogy tetszik tudni, azért olyan a másik két autót is mi áruljuk, és szeretnénk kedvet csinálni hozzájuk. Mondtam egy neki, harmadik drágább autó. Mondjuk neki, miért nem azt veszi meg, ami 100 000-re drágább, de lehet, hogy felszereltem. Hát neki arra nincs pénze.
Hát mondom, nem biztos, hogy ez valami probléma. Ne van, sok. Nem rohadt meg már tényleg. Tettük le a telefon. Tehát egészen érdekes dolgokba futsz bele. Jó, tessék, eladóként beleírod, hogy női tulajdonos. Csaló vagy? Van. Vagy csak finoman jelzett, hogy esetleg a feleséged is használta. Mi beírtuk, de hát a Viki használta. Igen, tehát igen. Nem dohányzó volt, garázsban tartott női tulajdon, szerintem azt hitték full kamu, tudod. Nem lehet, hogy minden stimmel, keveset futott. Hát a női, az összeset beigyszeltem. Igen, női tulajdonosan nem hazudsz, lehet, hogy az asszony nevén volt az autó. Hát, akkor jó. Igen, és ha te nevedem vagy volt, a gyerek tulajdonos. Nincs annyi második autó, nincs annyi női tulajdonos, és nincs annyi garázs. Amennyi autót garázsban tartanak, női tulajdonosok vezetik, és keveset futottak. Nincs annyi diplomás. Nincs annyi orvos feleség. Nagymama. Cukros, szemüveges. Keveset futott. Jó. Szóval azt mondod, hogy a karcolást nem kell bevallani. Az de még egy kicsi csúsztatás belefér. Igen, igen. Egy ilyen véletlenül parkolásnál letört tükör. Hát azt tettetél rá egy újat, vagy egy használtan, vetted, lefújattad. Szerintem az is, az sem olyan. Újszerű állapodon lévő jobb volt. De nem húztad végig az egész jobb volt, csak akkor a tükör maradt le. Nagyon, nagyon helyes most. Már is megkímélt. Nagyon helyes volt a vevő. Vasárnap találkoztam vele. Viki kocsia. Bemegyek. Kis kézifékesen megállok előtte, hogy az Interspárnak a zárba, behavazott parkolójába, pici kézifékkel megállok, kipattanak a kocsiába, megismer, hello. Mondom, fia, a kocsi nagyon egyben van, abszolút minden rendben van, annyi, hogy 30 ezeret visszatekertünk, mert picit sok volt benne. Csávó bólint, nem szól semmit. Elmondom, jó, ez a poén nem ült. Másnap visszük az autót a szervizőn, mert a vevő le akarja informálni, nagyon helyes látsz egyébként, és mondja, hogy figyelj, tökre tetszik az autó, meg minden, de hogy miért kellett beletekerni ezt a 30-at? És akkor elhittem. Mondom, így szeretem, te jó. De akkor szeretem, te vallod. Annyira helyes, mondom, én az én autóm, ezt nem csináltam. Mondta, hogy nagyon fura volt, hogy megérkeztem, és az első mondatom az volt, hogy visszatekertem 30-at, de ne tűr, hogy vele bevallom. Igen, és kicsit zörög a sok mosóbenzintől, az is csak folyik. Igen, és mondta, hogy hát jó, annyira sajnálja, mert annyira jó volt, hogy miért kell visszatekerni. csak humor volt. Nem angolt vettél, Viki, ugye? Nem vesz angol autót. Nem követi el azt, hogy bele. Szóval, ha te meghúzod az elemet, és nekem vevőnek nem mondod el, hogy meghúztad és lefényezted, akkor én nem megyek festékmérőre, és nem nézem meg, akkor rohadjál meg kicsit. Hát de miért? Mert rátvágsz engem. Ki van javítva? Ki van javítva, gyönyörűen meg van csinálva. Sokkal szimpibb az a vevő, aki inkább elmondja a hibáit, mert abban jobban megbízom, mint ami minden rendben van, az gyanús. Nem, akkor elárulok. Én viszek festékmérőt, mert rutinos vagyok, és körbemérem a kocsidat, bár a műanyag alkatrészeket nem tudom, de azért a nagyja kiderül azért, hogy van-e turpise. Utána mit mondasz, én előveszek egy festékmérőt? És azt mondom, hogy nézd, a gyári érték ennyi. Én sem tudtam. Hát így ve. De első tulajdonos vagy, uram. Ja. Én is így vettem. A szalomban, a szemetek. A rohadékok. A rohadékok. A szalomban, a szemetek. Az nem szép dolog. Egyébként. Elemet be kell vallani. Mit tudsz mondani? Ha össze volt törve, akkor tudsz úgy mondani, hogy csak meghúzták, megkarcolták, ezért lefényeztetem. Még vagy beléd jöttek, vagy rányitották az ajtót. Tehát vannak ezek a kisebb csalások, amik esetleg még beleférnek. Uh-huh. Persze a törve volt az autó, mondjuk az elej, bal elejét elvitték, és azt mondta, hogy rányitották, nem tudom, a tetyó parkolójába, és csak le van fényezve. Igen, és ragaszkodik hozzá, hogy csak a jobb oldalát nézheted meg az autón. Ha rutinos vagyok, még azt is észreveszem, mert ugye látszik, hogy az elemeknél a csavar, ha megvan sérülve, akkor az elem le volt véve. És akkor már ott azért figyelni kell. Tehát nehéz, de te kicsit csalsz akkor. Női tulajt írsz be? Nem, hát ha én vagyok benne a forgalmiba, akkor azt marra nehéz. Hát, akkor azt nehéz, hogy a feleségem használta, azt esetleg mondhatnám, igen. Azért van benne csak 440 ezer kilométer. Igen, keveset megy az asszony. Mondjuk az ennyi szól a gyanús, hogyha mondjuk az autókereskedőnél, mondjuk 100 hirdetésből 90-nél ugyanazt olvasod. Mindenki ugyanarra megy. Igen. Figyelj, erre egy mondat, az autószerelőmmel pont erről beszélgettünk a múltkor, eladás, amit te mondasz, hogy be kell vallani. Azt mondta, ő úgy árul kocsit, mert szokott hozni autókat, hogy elmondja, hogy ennek kérem szépen törött volt az eleje, de itt van, meg tudom mutatni a számlát, gyári alkatrészekkel kijavítottuk, ennek meg volt főve a motorja, de ezt csináltuk vele, és ez az autó most tökéletes állapotban van. Leteszik a telefont, és soha többet nem hívják. Pedig nekem megnyugtatóbb egy ilyet. Pedig megnyugtatóbb lenne, mert azt mondja, hogy igen, ez Belgiumban volt ez az autó, ott járt 3 évet, és tudja miért jó, mert a belga utak jók. Nem Magyarországon ment 3 évet, és szétcseszte az alvázat. A belga utak. De hát ez tényleg. És ezt mondja, és... Ezt majd legközelebb. Hogy belga, ez a belga utak. Belga utak. Nagyon 4 évig éltem Belgiumban. Te, Balázs. Kint vannak a rokonok, és nagyon sokat jártunk Belgiumban. És nem hiszi el, és azt mondja, hogy akkor inkább nem kell az autó. Tehát hazudni kell, azt kell mondani, hogy ennek az autónak sose volt semmi baja. Soha!
A legaljasabb szerintem a kilométer visszatekerés, az a legaljasabb és a legszemetebb dolog, tehát az annál rohadékabb dolgot nem lehet valakivel megcsinálni, mint hogy a 300 000-re, sem hány ilyen hirdetésről derül ki, hogy 300 000-re megvették két hónapban ugyanaz a Renault Thalia, tényleg fönn van 150 000-re, 170 000-re. Tehát megnyugtató, ha tudod, hogy mennyi kilométer van benne, illetve akkor legalább tudod, hogy minimum annyi biztos, hogy van benne, amire visszatekerték, bár egy sok kilométeres autónál tudod, hogy annyi legalább benne van, tehát nem tekerték. De nagy turpiságok vannak. Egyébként nem minden kereskedő, én nem tudom, miért félnek a kereskedőtől. Tehát nem minden kereskedő. Hát amit Jani elmesélt, ezért. Vannak csibészkereskedők, sőt, nagyon sok a csibészkereskedő, de hát vannak normálisok, akik egyébként a normális eladni való autójukat adják be kereskedésbe, mert nem akarnak minden hülyével beszélni. Telefonon beadod egy kereskedésbe, attól a te autód nem rossz. Csak majd a kereskedő valamennyit rátesz. De te nem árulsz attól rosszad. Az van, hogy a kereskedő mahinál vele? Hogy? Hogy te például beadod a kocsidat, most Viki kocsiját beadtátok volna, benne volt mit 60 000 kilométer, kereskedő 40-re visszanyomja. Én nem hiszem, hogy ezt ő úgy megmerítse, hogy te nem vagy benne, vagy nem szólsz neki. Nem. Az egy közös megegyezés. Lehet, hogy tekertek rajta kettő. Mert hát hiszen visszamész a kocsiért. De az, hogy az a 83 000 lemen 44 000-re, az és erre mi lenne a válasz? Hát már a diplomásokban sem hihet az ember. A doktornő, hogy átvert? Tehát úgy szerintem a kereskedő nem teker, hogy te arról nem tudsz. Arról nem tudsz. Én már hallottam olyat is egyébként, hogy valaki szalomból vett úgy autót, hogy nem tudta, hogy törött volt az autója. Ez tehát, hogy a szalomban nem szóltak neki arról, hogy kőfelverődés volt a kocsi, mikor behozták, és lefényezték a bal első ajtót. És akkor el akart adni, akkor derült ki, hogy az ajtó fújva volt, és nem tudták belefújni ugyanazt a gyári értéket. Ugye egy kicsit vastagabb lett a festék, mert ott csinálták mondjuk a szakszervízbe. Ergo kopásálló. Na de azért az milyen? Ez egy pozitív dolog. Na de azért az milyen? Mikor tehát úgy veszed át az autódat már a szalomból, hogy már törve volt. Én vettem külföldről fóliázott autót, az... Már hogy fóliázott? Le van fóliázva. Úgy ember nem vesz autót külföldről, én megvettem. Nem tudod, milyen színű autó vettél. Rátesznek egy mat fóliát. Nekem ez az autó volt csomagolva. Nekem ez az autó, én ezt úgy vettem, kiszúrták egy külföldi portálon, hogy le van fóliázva. A isteni szerencsé, hogy kiintottad, és a középkonzolon láttad, hogy valóban fekete autót vettél. De lehetett volna ez zöld is. Ez tulajdonképpen egy fóliázott de autót nagy. Internetről megvenni, az nagyon bátor. Lefóliázták, hogy miért fóliázod, vagy azért, mert már a kasztik kicsit sérült, vagy kőfelverődésed van, vagy tetszik az a szín, amit a fólia ugye előállít. Vagy már de a csavarok azért... nem tartották össze. Alatta azért találsz nagy csodát, izgult. Volt egy fél napom, amikor vert a víz, amikor bevittem fóliáshoz, hogy szedjük le. És hívogattam 10 percenként őket, tényleg fekete? Narancsárga. Az elején nem rossz. Hol tartanak a közepénél? Ott most lehet meglepetés. Ott most lila. Nem tetszik, amit látunk. Ott most lila. Na, drága hallgatók, küldjetek nekünk SMS-eket. Kinek milyen tapasztalata volt? Kit hogy próbáltak átvágni? Jó? Nyugodtan jelentkezzenek kereskedők is egyébként, és védjék meg a mundér becsületét. Mondják el, hogy milyen vevővel találkoznak. Benne van-e a vevő a turpisságban? Van-e olyan, hogy kereskedő és vevő együtt teker órát? Illetve segítsetek nekünk, ha rutinos vevők vagytok, vagy autókereskedők, hogy mire figyeljen mostanában valaki autót vásárol. Hol vágják át a gyanútlan vásárlót? Ugye ezeket a pontokat kellene megtalálni. Hogy mik az úgynevezett neuralgikus pontok, amikor te jó hiszeműen odamész, beülsz egy autóba, és úgy megvezetnek, hogy észre sem veszed. Törött volt az autó, több kilométer van benne, hamis a szervizkönyv, hát rengeteg minden lehet. Ugye? És sose derül ki. És sose tudod meg. Hát, tehát hol tudnak bennünket átvágni, ezt írjátok meg nekünk. Csak egyféleképpen derül ki, és szerintem erre kéne egyébként bizniszt alapítani, a Winkler Robinak 20 000-ért bárki mellem elmegy autót vásárolni. Meglátják, és azt mondják, na jó, itt nem fog bejönni semmi. Elírtuk a kilométert, egy nem 140 000 van benne, hanem 270. Bocsánat, picit rosszul gépeltünk, igen. Jó, tehát kereskedők is írjanak nekünk nyugodtan, laikus autóvásárlóknak, hogy bennünket hogy vernek át, hol vernek át, erre is kíváncsiak vagyunk, illetve hogy benneteket hogy próbáltak megvezetni. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 8 óra múlt pontosan 41 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és érdekes dolgokról beszélgetünk, mert hogy ugye autóvásárlásról eladásvétel, és hát mind a két oldal megéri a maga pénzét. Megéri a pénzét a vevő is, megéri a pénzét az eladó is, megéri a pénzét az autónepel is, tehát nagyon-nagyon szexi ez a történet. Én azt mondom sokszor,
hogy, és most nem a mi autónkra értem, és nem a mi vevőnkre, mert nagyon helyes srác, nem róla beszélek, de azért, de nem, tényleg nem, de a vevő is tök hülye, gyerekek. Tényleg teljesen hülye. Mert mindenki okosabb akar lenni. Okosabb akar lenni az igényekkel van a baj. Tehát az igényekkel van a baj. Használt autót veszel, és megvilágosodsz. És azt hiszed, hogy egy használt autó az egyébként 70 ezer kilométer van benne 10 évesen, sérülésmentes, mintha levonna az értékéből, mit tudom, hogy egy kasztimus meg volt húzva, keveset futott, és 10 év alatt tettek bele 70 ezer kilométert. És ki vagy akadva egyébként, hogy 120 ezer kilométer van benne. Számolj utána, 10 év alatt beletettek 70 ezeret, évi 7000-et mentek vele. Reális? Mennyire reális? Tehát elképesztő egyébként azért a vevői oldalról is, hogy a használt autóvásárlásnak mennyire nincs meg a kultúrája Magyarországon, és mennyire nem tudják az emberek, hogy mit akarnak venni, és hogy mit várhatnak el egy 7-8-9 éves autóért. És ki van akadva? Fölhívod, és elmondja, hogy mennyi kilométer van, 120 ezer. Hát akkor azt nem veszem meg. 120 ezer kilométer van benne. Hát, ember, 9 éves a kocsi, számolj utána, mire számítottál, nem? És egyszerűen nem fogja fel. Szóval, hogy azért mindenki megéri a pénzét ebben a történetben, azt hiszem. Az eladók is nyilván sokszor, meg a nepperek is, de azért a vevőket sem könnyű kiszolgálni. Őket sem. Igen. Találkozik az ember, azért érdekes. A vevő részéről azért, főleg, hogyha rutinosabb vevő, azért ott van a színjáték rész is, nem? Tehát, hogy gyakorlatilag bármit mondasz, akkor azt fogja mondani, hogy tehát neki ez a bármit mondasz. Többfajta vevő van szerintem. Van, aki valójában nem akar autót venni, csak oda jön és fikázza az autódat. De az első pillanatban én nagyon sok autót adtam el, tehát én nem tudom őket kategorizálni. Ránézést tudod, hogy nem fogja megvenni. Eljön fél óráig, fumigálja, beleköt, ez nem tetszik, az nem tudik, megpróbálja irreálisan lealkudni, van egy 3 milliós autód, azt mondja, hogy 2-1. Na húzzál innen, takarodjál. Van a pepecselő, aki fél óráig nézi, kérdez, körbe szimatolja, megsimogatja, belenéz, elmegy próbakörre, gondolkodik, fölhívja az asszonyt, hasitasival jön, és nagyon-nagyon gondolkodik. Valószínű nem veszi meg, de még délután felhív, hogy megnézhetnie még egyszer a családdal. Ez megvan ez a típus? Nem? Ismeritek ezt a típus? Nekem ez szimpatikus. Van az erős, agresszív típus, aki fél órán belül látni akarja bárhol vagy. Az is szenzációs. De most oda megyek. És addig ne add el senki. Nem vagyok otthon. Este leszek otthon. Most ott vagyok a ház előtt. Egy óra múlva neki már nem jó. Miért addig veszel kettőt? Igen. Az agresszív, azonnal látni akarom. Most oda megyek, most ott vagyok. Add át a kocsit, szállj ki belőle, kell nekem. Szóval nagyon sok típus van, és azért ezeket is lehet kategorizálni. Na, van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Sziasztok, szép, jó reggelt, Pistó vagyok! Hello, na veled mi történt? Vettél, eladtál, megpróbáltak átvágni, esetleg kereskedő vagy? Hát autófényezőként dolgozom, és egy barátomnak mentünk kocsit vásárolni, és igazából több kilométer tettünk egy autóért, amit meghirdették a neten, hogy 32 ezer kilométer, törésmentes, első tulajdonos, stb. Hány éves volt? Ezen már sok múlik. Ez egy Citroen Saras Grand Picasso volt, szóval ez egy 2007-es autó volt. 2007-es autó 32 ezer kilométerre. Igen. Reális. Igen. Abszolút reális. Évi 1000 kilométert mentek. Na jó, hármat. És elmentünk megnézni, laptopot vittük magunkkal, minden, ugye hát a barátom szerelő volt, ugye gondoltuk, hogy ugye mi ugye nem értünk hozzá, majd ezt előadjuk, hogy igen, minden tudunk, minden rendben van, elhittük, amit mond a kereskedő. És akkor mentünk próbaútra, hát és a próbaúton már azért voltak furcsaságok, hogy láttuk az autó kopásán minden, hogy ebben mégsem 32 ezer kilométer van, és akkor elővettük a laptopot, és rádugtuk az autóra, és kiadta az autó, hogy 360 pár ezer, 1-2 ezer kilométernél ezelőtt, vagy 360 pár ezer kilométernél a bal hátsó féklámpa izzót cserélték az autóba. Szép. Itt megmondom, mi a baj. Itt az eladó is amatőr volt, ti is nagyon amatőrben nyomtátok, de tehát a vevő is és az eladó is. Tehát egy 2007-es kocsira nem hiszed el, hogy 32 ezer kilométer van benne. Hát nem, persze, tehát nyilván, nem nincs ilyen. Tehát én nincs. Ha csak nem állt a kocsi, és halt meg a tulajdonos, és tényleg garázsba tartották. Így van, de megnéztük, és kiderült közben, és akkor kérdeztük a tulajdonos, vagyis hát az a kereskedőt, hogy mi ez, hogy első tulajdonos. Hát azt mondja, igazából Magyarországon ti lesztek az első tulajdonosok, a megvetitek. És mit jelent az, hogy törésmentes? Hát, Magyarországon még nem volt törve. Ne! Aki 350 ezerről teker vissza, eleve 30 ezer, az se ért hozzá. Tehát 350-ről visszatekered egy 120-150, az reális 2007-es autó. Nem tekered vissza 33 ezer egy 2007-es autónál, ha egyáltalán tekert. Sajnos vissza volt tekerve, így van, mert ugye az OBD rendszerében ki lehetett szűrni a magánemet a Citroennek, és ugye csak akkor lehet eltüntetni az egész elektronikája. Tehát az OBD rendszerét, azt kicserélik. Igen. Ugye magát hát, a
Ma már azért ezt elég komolyan veszik, meg büntetik, ez azért régebbi történet lehet, gondolom én, nem? Ma már azért ritkábban tekergetnek. Ez egy tavalyi történet volt, és tavaly előtt meg szintén ugyanebbe beleestünk, úgyhogy nekem a bátyám ugye a hatóságnál dolgozik, és őnek mentünk el autót venni. És a kereskedővel tisztában volt, hogy tesó, hol dolgozik, és megvettünk egy olyan Mitsubishi Lancert, ami igazából nem is látszódott, hogy ott vagy törve volt, vagy semmi, az alja gyönyörű szépen alvász kezelve, elmondta, hogy hivatalosan levizsgáztatva, stb. Hazahoztuk az autót, szerettük volna szervizelni, a gyertyák úgy bele voltak égve, annyira ezt az olajat, hogy nem tudok kivenni a gyertyát belőle. Mondjuk használt autóvásárlásnál elhinni azt, hogy hivatalosan levizsgáztatva, az kit érdekel. Tehát minimum a szervizkönyv az eredeti alvásszám alapján lekérsz egy szakszervizből valamit, hogy mondjanak valamit a kocsiról, van ismerős, hivatalosan levizsgáztatva. Adsz 20 ezeret, én is áttalom a vizsgán neked. Tehát, hogy az a legkevesebb információ. És akkor fölemeltük sápos emelővel, alá néztük az autónak, és akkor láttuk, hogy gyönyörű szép fekete az autó alul, semmi nem is látszott, és elkezdtük böködni csavarhúzóval, és akkor volt az, hogy ugye egy luk, két luk, három luk, és akkor ugye visszahívtuk a kereskedőt, hogy itt baj van, mert hogy igazából ez az autó, ez hivatalos helyen soha bizonyos életben nem ment volna át, ugye, vizsgálni, és akkor elkezdtenek a testünk sorolni, hogy ez... milyen micsoda csalás, meg bűnszervezetben elkövetett csalás, meg stb. Hány évet lehet értek kapni, stb. És akkor az ember azt mondja, jó, azt mondja, akkor vigyük vissza az autót, visszaadja az autó vételi árát, és azon felül még ad 50 000 forintot, csak ne legyen belőle baj, és akkor így vissza. Érdem, hogy gond van ott. Egyszer lesz autóm, azt nektek fogom eladni, mármint ha egyszer el akarom adni az autót. Nagyon jó vevők vagytok. Igen. Szeretem. Hivatalos műszaki vizsgát. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Nincs mit, ciao, sziasztok. Hello. Itt van Gellért, hello Gellért, jó reggelt. Jó reggelt, kívánok, na. Sziasztok. Te használt autókkal foglalkoztál, vagy foglalkozol? Hát régen, igen, de most már nem, mert meguntam ezt az egészet, mert hát iszonyú emberektől vettem, iszonyú embereknek adtam el. Viszont az volt az előnyöm, hogy nagyon turpisságot lehetett azokkal a naív emberekkel csinálni, akiket én megcsináltam, hiszen volt olyan, hogy például a melegítő nadrágot tömködtem be a Lukas küszöbbe, éjszaka a purhabba fújtam ki, reggelre az megszáras nitszerre levágtam. Várj, csak hogy értsük, tehát hogy te kereskedő voltál, és ugye átvettél egy autót, ami láttad, hogy trágya, megpróbáltad kicsit felturbozni, visszatekerni, feljavítani, majd eladni. Így van. Te kergettél is kilométert? Nem. Nem? Hogyhogy? Mert nem olyan értéki autókkal foglalkoztam, hogy ezt számítson. Az egy gyengék sportja, persze, melegítőt tömni a kirohadt küszöbbe, befújni púrrabbal, az sokkal korrektebb. Így van. A üvegszálas gizt is nagyon sokat segített sokszor. Üvegszálas gizttel mit lehet csinálni? Hát üvegszáros gittel mondjuk a purhabot, amikor kifújtam a küszöbre, utána az megszáradt éjszaka, lecsöpögött, snitzerre levágtam, csiszolóvászorra rákeltem az üvegszálat, és úgy tűnt a vizsgasoron is, mintha makulátlan lenne. Ezek ilyen alsó kategóriájú autók voltak, gondolom. Annyira nem, mondjuk ilyen 500-600 000 forintos autók itt voltak. Hát azért az autónál azért az olcsóbb kategória, igen, tehát 500-600 000 forintért az nagyon megkelező. Hát igazából a mai világban, és én úgy gondolom, hogy a több millió forintos autókban is ugyanúgy nagy átcsöpés van, kamu az egész. Tehát a legtöbbet, amit ugye most nagyon elterjedt, az, hogy külföldről hozunk be autót, az egész kamu. Lehetett ugye hallani a hírekben is, hogy volt olyan, hogy több milliárd forint értékben foglaltak le autókat, ugye ha kint összetört autókat hoztak össze, klónozták idézőjelbe a magyar ellopott autókkal. Tehát így. És ez a mai napig működik sajnos. Hát igen, a külföldről behozott autó azért jobban a Magyarországon vásárolt. Igazából az ilyen garanciát vállaló autókereskedőtől lehet szerintem autót vásárolni. Na, hát azért ezt sem mondanám, nem feltétlenül. Szerintem vannak korrekt autókereskedők, aki nem éri meg, tudja, hogy megtalálják. Ő abból él, hogy van egyfajta piaca, megbíznak benne, sok autót ad el, és tök korrekt. Én azért nagyon sok ilyet ismerek, tehát nem mindenki tróger, aki autókereskedéssel foglalkozik. Szerintem vannak korrektek. Nyilván van ebből is az alja, aki tekerget, mahinál, ezt azt csinál, tehát, hogy de nem lehet általánosítani. Persze. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Hello. Ki küszöböt kitömni, melegít. Kifújni púrhabbal. És reggelre megvan. Azért ez nagyon megy. Jó lesz. Azt mondja, hogy Suzuki Salomon dolgoztam, 3 új autót kellett átadásra elhozni a telephelyről, körülbelül 2 kilométerre. A szervizes fiúkkal el is mentük, értük, majd az úton sikeres semmi dármat összetörtük. Egymás mögött mentek, az első fékezet a többi belement. A javítás után átadtuk újként a kocsikat. Sok ilyet hallani egyébként.
Azt mondja, hogy köszi srácok, 11 éves autóm van, 79 000 km, garázsból garázsba járok vele, a szerelőm az egyetlen, aki megvenni, de ő minden évben nem eladó. Egyébként többen írták meg nekünk, a miénk 7 éves, nincs benne 50 000 km garázsban tartott, már előre félek, ha egyszer eladó, senki nem hiszi el. Senki nem hiszi el. Jó, azért beleülsz, azért látod, hogy keveset használtak. Én még nem értem, mitől jobb a női vezető. Nem. Mitől, miért írjam be? Nekem nem nyugtat meg, ha én azt látom, hogy női tulajdonostól, de nem azért, mert hogy a nők rosszabbul vezetnek, mint a pasik, hanem hogy egy pasi sokszor talán jobban vigyáz, lemossa, oda, lehet, hogy az esetek nél egy picit jobban vezet. Hát, tehát, én nem, engem nem nyugtat meg azt, hogy én női még nem tulajdonos. Láttam a Vikit Satu fékkel. Jó, hát nem. Máshogy csúsztatott kuplunggal indulni, azt láttam. Az a király, aki így érkezik meg vasárnap a bezárt Intespár parkolójába az eladásra. Az mennyire menő. Keresztbe csúsz. Kiszállsz a kocsiból, és azt mondod az eladónak, hogy ne aggódj tesó, minden rendben a kocsiba, 30 ezeret visszatekertem, és a csáó így annyira helyes volt így. Nem kérdezte, hogy mi. Az azt, hogy autója, lassan sem vezettem. Az volt a duma. Kicsit nehezen kezelem, mondom, automat, automat, kézifék, kicsit megálltam, betettem a fenekét, mondom, minden rendetes, 30 ezeret visszatekertem. Nem értette. Így a menő megérkezi autó eladásra. Szóval mitől jó a női tulajdonos, mondjátok meg nekem? Hát elméletileg ez. Téged meg győz? Nem, engem nem győz meg semmi, csak a saját szemem. Jó, de neked versenyzett a feleséged ráadásul. Tehát, hogy az ő inkább férfias vezető, mint nőies. Ő kemény, ez látszik is a családi autónkon, ugye béka, de jó vezető. Nem, azért, mert a nők rosszabbul vezetnek, valahogy nem nyugtat meg, pedig mindenki beírja már tényleg. Mi egy budapesti autószalomban vettünk egy kombi autót, aminek itthon vettük észre, hogy az eleje a motorháztetőtől végig ki van cserélve. De nem a kombira, hanem az ötajtós változatra. Elvittük a szervizbe, a kocsit totálkára törték, lóvét természetesen nem kaptunk vissza. Egészen elképesztő történet. Még ráadásul rosszul is csinálták meg. Ott egy ötajtósnak az eleje. Józsi, tedd rá, jó lesz az is, Renault. Hirdetésre mentem egy kocsit megnézni, a tulaj mondta, hogy az anyja megnyomta a jobb első ajtót egy parkolóházban, az lett lecserélve, ennyi volt javítva. Megnézettem a szervizen, kiderült, hogy úgy össze volt törve, hogy húzatópadon is volt az autó. Nem vettem meg. Az, amikor már kicsit megrogyott a kasznék. Igen, és akkor ugye vásárlóként mit gondolsz? De jó, becsületes, elmondja, hogy az egyelem a mama meghúzta. Ráadásul én nem akarta bedobni ezt a közhelyet, hogy hogy női vezető használta, de mégis kiderült, hiszen a mama nyomta meg. Igen. Tökéletes állapotú Golf, nagypapám használta, beadtuk egy kereskedőhöz, 41 ezer kilométerrel, 91 ezer kilométerrel hirdette. Na most vagy ment vele 50 ezeret, vagy hihetetlenül kevés futás miatt nem tudta volna eladni. Ez érdekes, igen. Pluszra tekerte, igen. Senki nem hinné el. Igen. Amikor én vettem az automat, azt mondták, garantáltan sérülésmentes, aztán kiderült, hogy körülbelül 3 autóból lett összerakva. De a legjobb alkatrészekből. Ezt írtak, így van. Igen, hát ha nincs az embernek szeme hozzá, hogy nem ért, akkor nagyon megvezetnek. Tehát akkor nagyon, akkor pillanatok alatt bolondot csinálnak belőled, úgyhogy észre se veszed, hogy egy Dacia-ból, egy Renault-ból. 3 raktuk össze, de a legjobb alkatrészekből. Vettem egy Ford Focus egy ülőjüti kereskedésből, ezt se sötétbe vásároltam, nem is olcsón, és arra hivatkoztak, hogy azért kerül ennyire, mert biztos nem volt törve kevés kilométerrel. Másnap világosban láttam, hogy minden 4 ajtó más kék árnyalat. Négyszer annyi kilométer volt benne gyárilag, ahogy vettem. Jó, azért gyerekek, szóval mondom, hogy a vevővel is vannak bajok. Tehát sötétbe elmész, autót venni, és kifizetsz 3 millió forintot úgy, hogy nem is látod az autót világosba, és megveszed, azért ott nem csak az eladó a hülye. Tehát azért ehhez kell, hogy egy vevő oda menjen sötétbe, és megvegyen egy autót úgy, hogy nem tudta megnézni. Elnézést, mikor mehetek az autóért? Pillanat, nézem, napnyugta, napkelt. A 8:30 után 6 perc. Igen, akkor már nagyon sötét van. Jöjjenek nyugodtan. Zsírúj autó a szalomba szállítás következő közben a trilleren gyakran sérült, és már úgy veszed meg a teljesen új autót, hogy fényezett egy-egy elemére egy hallgató, így van. Mazdát vettem újként, láttam, hogy a trélerről leszedés közben az egyik új oldalába belerúgtak, fél oldal csere, sérülésmentes szalomból, sérülésmentesként adták el szintén. Ezért ez kemény. Szép. Igen. Srácok, 6 éve vettem autót, azóta meg sem mozdul az óra, 17 éves és 260 ezer kilométer van benne. Ez jó, az ott lefűzött, megállt, elszakadt. Igen. Eladtam az 1000 éves Lada Nivám. Higgyétek el, a Purhab és a pillanatragasztó csodákra képes. Na, egy Lada Nivánál nem nagyon vársz más. Nem? Ne, oda nem vársz semmit. Azt várod, hogy megy. A Lada Niva az maga az örökké valóság. De az menni is fog. Az így van. Tehát ott nem kell ízét rükközni, purhabozni. Minek? Igen. Hát ott már nem kell. Ott már nem kell nagyon. Na jó, nagyon sok történet van. Köszönjük az SMS-eket, de nem fér bele, mert mennünk kell tovább. Szenzációs történetek jönnek. Igen.
Csak egy utolsó SMS, én most adtam az automat nem kereskedőnek, egy hét múlva már a kereskedő hirdette, majdnem kétszer annyiért, amennyiért tőlem vette, és visszatekert kilométerórával. Tőlem 360 ezer futott kilométerrel vették meg, most láttam a hirdetésben, hogy már csak 150 ezer van benne. Hát igen, mert te nem értesz hozzá, ugye? Átlag eladóként. Azt gondolod, hogy becsületes akarsz lenni, valaki ad érte egy 100-ast, 200, 500, 1 millió forintot, odaadod. És ő meg azért veszi meg, mert tudja, hogy kicsit megpofozzuk az autót, kis melegítőbe tömködve, visszateker az órát, és kétszer annyira el lehet adni. Hát ez a tudás. Ahogy azért az ritka, hogy visszatekered, és kétszer annyira adod. Hát azért egy 400 ezeres autót tudsz mondjuk, hogy 1 millió fölött már nem ad a duplájá, ha visszatekered a kilométert, akkor se, de tudsz rátenni 20-30%-ot. Jó, biztos, hogy szemesedre benne, de én azért tényleg visszamennék és megkérdezném. Tehát, hogy van az, hogy beadtam x kilométerrel egy héttel ezelőtt, és most pedig kevesebb van benne, mint akkor, amikor leadtam. Hogy van ez, uram? Csak oké, ne válaszoljon sem. Viszontlátásra. Tehát ez megnézem az arcát, basszus. Igen. Na jó van, köszönjük szépen. Berágtak a női sofőrökre. Irigy az összes. Igen, írogatnak. Pedig jobban vigyázzunk rá. Igen. Viki írta nekem valamit. Na, mutatjuk a beugrót a hármasugrásra, jó? Figyelje mindenki! Ez volt a meglepetés. Ja. Még a beugró eleje is lemaradt. Küldjetek el, mit hallottunk. Kettő darab dal, kettő darab előadó. Ezt várjuk SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. 9 óra. Után vagyunk pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek. Hello, sziasztok. Hello. Jól van. Milyen idő van kint? Volt valaki kint? Nem, senki nem mer kimenni, nehogy lehangolja. Borzalmas idő van. Nem azért, mert hideg vagy ilyesmi. Hát én nyálkás, nyúlós, ilyen semmilyen. Se ez, se az. Se nem tavasz, se nem ősz, se nem tél. Akkor mi? Hanem? Mi? Akkor mi? A kesergés, a mi? A negatívum, mi? Az. Semmi nem jó. Nem. Hát az a baj, hogy aggódok érzem. Az a baj. A hátam miatt. A hátam miatt. De rendes vagy. A ferinkulus miatt, ahogy írt az egyik kedves hallgatom. Mi lesz veled így? Hát csak megoldjuk. Egyeztető időpontot? Holnap. Holnapra tudok menni. Holnapra? Holnap. Késő? Ekkora sor. Holnap vágnak? Holnap. Vagy nem? Holnap, hát majd meglátjuk. Nem küldött fotót és egy konziliumot még össze kell hozni. Addig. Mondták, hogy ilyet még nem láttunk. Egy kicsit mielőtt bejön. Ehhez az én képesítésem kevés, Ferenc. De holnapra összehozunk egy nagyobb meetinget. Szúrnyom, most mi van? Spihen? Most tett? Kicsit, ha így meghúzom, akkor... Púlpúlzál? Ki akar törni, mint egy gejzi. Nem csináltál valami olyasmit, amit az utóbbi években nem a hátad, amit tudom, hogy 2-3 felülés? De. Igen. Meg egy fekvőtámasz, de az sem volt szabályos. Az volt sok. Ott, ahogy így... Ott. Karban tartották a liftet, és felmentél egy fél emeletet a lépcsőn. Soha nem. Fölvitetem magam a karbantartókkal. Viccelsz? Soha nem megyek föl gyalog, nem azért van. Azért, akkor tényleg nem tudom. Nem vittél póló nélkül hátra sonkát? És nem lehet, hogy kidörzsölte? Nem, azok nem dörzsöli. Nagyon szép sonkák vannak otthon, úgyhogy nem. Az se. Jaj, nem tudom. Azt mondja, hogy holnap okosabbak leszünk, ne aggódj. Holnap még nem, holnap vágott felével befele. És a borda dörzsölte. És egy borda kidörzsölt. Megnézted az X-aktákat? Belenézte, jó volt? Nem, ma fogom majd. Nem tegnap volt? De a szinkronos részt akarom megnézni. Mert az jó. És ma van az eredeti? Aha, ma. Csak ott tegnap hol ment? Tegnap volt a világpremiér? Hát soha nem ott nézem meg, ahol megy, hanem egy kis ráfutáson, amikor már akkor nézhetem meg, amikor én akarom, értitek, ugye? Tehát, hogy majd leszhetem. Na, de csúnya dolog. Ennyi, hogy mik vannak. Hát így nem látszik a nézettsége, hogy a Vadon család leütik szaktákat nézni. És akkor nem is tudjuk, hogy Scully meg Mulder ugyanilyen? Azt láttam, hogy jó kritikákat kapott, tehát, hogy dicsérték, örültek neki nagyon a rajongók. Remélem, hogy nem arról van szó, hogy csak azért örülnek neki annyira, mert hogy régen látták őket, meg ráadásul új epizóddal. Én nagyon bízom benne, hogy megint jó lett. És ráadásul, hát nem tudom, hogy a szinkronok a régi idézőjelben régi szinkronok, de azon kevés sorozat közé tartozik, ahol szerintem nagyon jó volt a magyar szinkron. Hát így is, lehet, hogy azért is, mert így is szoktam meg őket, nekem egyszer-kétszer csalódást okoz a magyar szinkron, de az esetükben nem. Ez jó volt. Na jól van, csak ki akartam tudni, hogy milyen volt, de hát akkor majd még nem.
Még nem tudta rápislantani. Azt mondja, hogy Debrecen Mikepécs között baleset, egy sávval terelik a forgalmat, Totya küldte nekünk, köszönjük szépen. Rengeteg használt autós SMS, hát van tapasztalat, bőven látjuk, azért a hallgatóink is megjárták, ugye, a hadak útját, lenne még miről beszélni. M6-os teljes kör, mindenki vigyázzon, Zsolt küldte nekünk, két autó csattant a BVS-szín befelé a Szőnyi úton, a 74-es trollik sorban állnak, terelik a forgalmat, Krisz küldte nekünk. Őrhalom és Széchenyi között KPM ellenőrzés van a szokott helyén, Kis Pili írta nekünk, valamint az M0-áson most történt egy baleset Nyíregyháza felé vezető oldalon az 53-as kilométernél, a belső sávban többen összeütköztek. M1-es 108-as kilométer a hídról mérnek Hegyeshalom felé, és Vas megye Sárvár Épcela között nagyon csúszik az út, úgyhogy mindenki vigyázzon. Na, kedv van, ugye? Ez pedig azt jelenti, hogy megérkezett hozzánk a mi Julink. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatalnő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello, jó reggelt! Hello, Juli! Hogy vagytok? Nagyon jól. Mi újság van? Hát minden rendben van, köszönöm szépen. Milyen boldog vagy? Szerintem meggyógyult a férje, nem, az lehet. Nem, egyébként nem, még mindig fekszik. Nem szimulál? Nem, az a baj, hogy nem. Ugye két hete elmondta, csak hát valaki elmondta, hogy elesett a csúszós úton, és eltört a bokája. Hát nem tört el a bokája, csak megúszta. Bokaficamot kapott. De hogy azóta fekszik. Most már azért, hát úgy, hogy ezt azért rendesen el lehet intézni. Hogy a fenébe, úgy, hogy a múlt héten a Júli volt a csúszka masszázson, azóta ja, ott fekszik, igen. Azt várja, hogy gyere. De néha rányítsz, vagy nem jött ki egy hete a szobájából, ugye nem mindegy, hogy milyen állapotban fekszik. Tudunk róla valamit? Hát fekszik a kanapén, és egész nap hát számítógépes játékozik. Élvezi ő ezt kicsit szerintem. Nagyon fáj még, Júli, nagyon fáj, nem bírok fölkelni, drágám. Hát reggelente bekenem neki ilyen aromaterápiás kenőccsel. És hát igen, most ilyen kiszolgáló üzemmódban vagyok. Ő ezt egy picit élvezi is, de egyébként már nem élvezi, tehát ő egy elég aktív ember, tehát azt, hogy ő nem tud felpattani, rohangálni ide-oda, azért ettől ő szenved rendesen. Uh-huh. Szóval nem túl jó. De ez az utolsó pálya, mi? Hogy? Azt az utolsó pályát még meg kell csinálni. Ja, a számítógépen. Hogy vagy kincsom? Nem, ez egy ilyen javajás stratégiai játék. Én nem is értem, hogy egyébként erre hogy lehet rákattani, de hogy így naponta órákat viszel az életéből, hogyha nem beteg, akkor is. Mit játszik, milyen nem egyszerű? Mondhatom? Nyugodtan. Good Game Empire. Nem is nem. Egyiket sem ismerem. Itt ilyen birodalmakat, meg ilyen várakat, meg mindenféle akármiket kell építeni, és hogyha nem eteti meg idejében a katonáit, akkor elmennek. Szóval, hogy egy ilyen, nem is értem tényleg, mi a francnak kell ezzel ennyi időt. Egy felelősségteljes vezető. Ja, van egy kis Napoleon komplexusa, de hát most mindegy, majd ezt kezelitek majd a húzódás után. De egyébként ez döbbenetes, amikor ezek leülnek és egymással beszélgetnek, amikor néha hallom, hogy beszélget a csapattársaival, hogy akkor ki hogy fog a másikat bevédni, meg a nagyon szövetségbe kitengednek nagyon be, nagy kattanás. És együtt majd elmennek egyébként pecázni, tehát mennek majd ilyen csapatépítőre, tehát így miért? Aha, csapatépítő peca. Hmm. De csak a fiúk mennek, jól érzem. Tehát a csapattagok. Azt hiszem, hogy van benne ebben a történetben valami női csapattag is. Nincs ezzel semmi gond. De egyelőre csak a pecázás gondolata merült föl, mert azt mindannyian szeretik, úgyhogy majd elmennek. De hát egyébként ez már 2 éve tart ez az a játékszenvedély, úgyhogy erre van rácsavarodva teljesen. Gyanús volt ez az elesés, 3 hete otthon. Éreztük, hogy ebben van valami. Nem tudod igazán időt fordítani az igazán fontos dolgokra az életében. Igen. Na, mit hoztál nekünk, Juli? No, több dolgot is hoztam, úgyhogy rögtön vágjunk is bele. Képzeljétek el, elmentem megkeresni az indiai pálmalevelemet. Úristen! Pedig annyira próbáltalak róla lebeszélni. De nem, figyeljetek, gyorsan ugye, tegyük képbe az embereket, hogy itt miről van szó. Elvileg ugye van Dél-Indiában több olyan falu, ahol indiai guruk éltek több ezer évvel ezelőtt, akik isteni sugallatra leírták embereknek az élettörténetét. De itt nem csak úgy van leírva, hogy egy gazdag ember majd egyszer megjelenik és vesz egy nagy hajót, hanem ott van, hogy Svraka Gévai Júliának az élettörténete, és te ezt megkeresheted. Igen, a Klassz FM Morning Show dolgozójának leírták 4000 évvel ezelőtt. 7 milliárd pálma tekercs van most. Nem. Azt mondják, hogy több millió ilyen tekercs van. Aha. De nincs de mindegyiknek, nem, mert voltak nincsen mindenkinek, viszont akivel ez a történet szembe jön, az tulajdonképpen annak jó esélye van, mert hogy ez a történet ez rátalál.
Tehát, hogy te, hogyha most erről a beszélgetésről hallasz, akkor lehet, hogy ez egy Isten üzenet. Kérlek szépen, ne. Azért érdekel, azért kutatsz utána, azért indítasz el egyet. Mert szólít a levelet. Mert megszólít a levelet. Mert hív a levél. Mennyibe kerül. Hív a levél. Egyébként azt hiszem, hogy 40 ezer forint. 40 ezerért hív. Aha. 40 ezerért hív az a rohadt levél. Igen, de figyelünk. Na, de figyeljetek, hát nyilván nekem is egyébként az egész egy nagy kérdője volt, meg nem teljesen értettem az egésznek a hatásmechanizmusát, de felvettem a kapcsolatot egyébként ezzel az emberrel, aki ezt Magyarországon műveli, és kérdeztem, hogy mi a keresztneve? Tudjuk? Nem tudjuk? Nem. Csak a művésznevét. Frabátum. Zoltán. Levelez Zoli. Levelez Zoli. Igen. Louis Padre. Padre vagyok. Hol azért már elkezdett billegni a sztori, nem? Igen. És a történet lényege az, hogy el kellett menniek hozzájuk, új lenyomat alapján azonosítanak be téged. Tehát ezt az egész pálmalevél tekercs rendszert hozzá kötik egy új lenyomat azonosítási rendszerhez. Nekem itt ez a történet egy kicsit lila, hogy 2000 évvel ezelőtt, amikor ez az ember lejegyezte ezeket az élettörténeteket, illetve ezek a jogik lejegyezték ezeket az élettörténeteket, hogyan kapcsolták össze az új lenyomattal ezt az egész történetet, de valahogy beazonosítható különböző jegyek alapján. Mindegy. Vannak könyvtárak, és vannak felolvasó családok, akik abból élnek, hogy kiveszik a könyvtárakból ezeket a pálmaleveleket, és utána felolvassák neked, hogyha megtalálták ezt. Minden felolvasás az úgy néz ki, hogy először is van egy beazonosítás. És a beazonosítás az nagy... Ön az Júlia, igen. Köszönjük. Igen. Biztos? Igen. Igen. De most többet nem 40. mondhatok. Következő alkalom. Köszönjük. Sikerült átutalni a 25 ezer forintot. Igen. Tehát, hogy... ezeknek a leveleknek a tetején majdnem, hogy olyan, mint egy fejléc, fönt vannak bizonyos információk emberekről. Több hasonló sorsú vagy élettörténetű ember levele van egymás alatt, ugye ezt új lenyomat alapján próbálnak szűkíteni mondjuk 30-40 levélre, és akkor elkezdi ez a Bala, nekem Bala volt a felolvasó emberem. Skype-on történik, ilyenkor leül vele szembe az ember, ha látja Balát, Bala egy aprócska kis ember volt, és valaki fordít. És mellettem ül az ember. Tegnap még Bombayben dolgozott egy szállodában londinerként. Igen. Csak nem, most is dolgozik, ez csak félállás. Ahim kiesett és Bala beugrott, de tegnap még londinerkedett, igen. Szóval, és akkor elkezdődik a beazonosítás. A beazonosítás az úgy néz ki, hogy ő elkezd kántálni, hogy kéri az Istenek segítségét arra, hogy megtalálja az én levelemet. És akkor mond egy első infót, amit lát. Tehát, hogy ön férfi. Nem vagyok az lapos. Ön nő, és az édesanyja életben van. Igen. A következő az, hogy az édesapja életben van. Nem. Lapoz. Tehát megyünk folyamatosan, megy előre ezeken a lapokon, és akkor vannak ilyenek, hogy az ön édesanyjának a keresztneve 3 betű. Nem. Megy tovább. 4. Az ön édesapja... Én is megcsám 40 ezerért. Gyerekek, egyelőre ez nekem is. Egyelőre nekem is. Ő Lajos. Nem. Menjünk tovább. Önnek van egy Öcse Péter. Csak húgom. Menjünk tovább. De nem, nagyjából tényleg egyébként... 8 betű, nem. Igen. Ahim, megjöttek, a csomagokat le kéne vinni mindjárt, csak még pálma levelezek. Jézus Mária. Igen? És akkor mond különböző információkat, hogy az ön édesapjának a keresztneve mondjuk J-betűvel kezdődik. Nem. Akkor lapoz. A férjének, önnek nincsen férje, vagy nincsen férje, mert túl van már egy válásom. Nem, nem igaz. És akkor tulajdonképpen így megy előre, lapoz. És mi már 19 perce így próbáltuk szűkíteni a kört. És még egy találat nem volt. Nem volt a találat, hogy de önnek van gyereke. Voltak, ön szereti a brokkolit. Nem volt a arántott sajtot. Nem. Kedvence a pacsa velő. Nem. Van egy anyai egy a testén, igen. Igen. Most, hogy megjavult a Sky kapcsolat, ön göndör. Igen! Igen? Atya úr is. Igen? De mondom, annyira konkrét dolgokat mondott, hogy az ön édesanyjának a neve az, hogy Anna. Mondtam, hogy nem. És akkor lapoz. Tehát ők ott neveket is látnak nagyon sokszor, és akkor, hogyha mondjuk az első információ az, hogy az édesanyja neve Anna, akkor azt mondja ki először. És lapoz. És már 19 perce ott ültünk, mert egyébként utána megkaptam a hanganyagot, mert kértem, hogy vegyék föl. Amikor is, és Zsül, kérlek szépen, tedd meg, amit meg kell tenned. Jaj, de kíváncsi vagyok, igen. Ez az emberünk. Nem hallom. Ne, ittasnak tűnik. Vakpali mindent lát. Édesanyja, Rita? Rita. Yes, mother is Rita. Rita, yes, correct.
Yes. Hogy? Édesapád Antal. Yes. Lemásoltad a lakcímkártyádat meg a személyedet? Feri. Yes, Julia. Julia. Istenem, de beteg. Please repeat. Mislav. Mislav. Do you mean Mislav? Miroslav. Ezt honnan tudom? Miroslav. Kis idő kellett, amíg feltölték a Facebook profilját. Yes, Miroslav. Is this correct? Yes. Ezt honnan yes. tudja? Yes, correct. Na. Édesanyád életben van. Igen. Yes. Van egy fiú testvéred. Igen. Yes. Egy fiad és egy lányod van. Igen. Yes. Javult a találati arány. Aha, igen. Yes. Lányod fiatalabb. Yes. Igen. Diplomáztál, most a magánszférában dolgozol. Igen. Yes. Szeretett hátulról. Nagyon. Munkád mellett van valamilyen kisebb egyéb bevételen is. Igen. Yes. Na, azt fogod itt hagyni. Erről beszéljünk kézután, mert nem tudok róla. 23-án születtél. Igen. Yes. Május. Igen. Yes. Nem állsz, így nyomta a csávó. 80-ban. Igen. Yes, 80. Ez péntek volt. Yes. Időnként igen lubbalékony vagy. Hát, igen. Yes. Jó, ez jó. Jó, állítsuk le, mert itt igen. vannak a kemény részek. Így van, igen. Itt igen. meg csak szimplán keveselte a pénzt az ingyei moksó. Mindent megmondott rólad, anélkül, igen. hogy várjál, be kellett jelentkezned ide? Hogy be kellett jelentkezned? Meg kellett adni meg kellett adni adatok? Nem. Semmit? Nem. De fölhívta őket, azt mondtad, hogy a Juli vagyok, még csak igen. És igen. megyek. Uh-huh. Fenn van az életrajzod valamelyik a nem. újságnak a figyelj, portáján, ahol dolgozol? Nem. Úgy nincsen fent, hogy nincsenek benne ezek az adatok. Tehát édesanyám keresztneve nincsen sehol fönt, édesapám keresztneve. Hát meg ezt ki lehet deríteni. Ezt mondjuk ki lehet deríteni, de édesanyám nincsen fönt. Tehát ugye rögtön utána elkezdtem ezen kattogni, hogy a túróba is honnan tudja ezeket az adatokat. Uh-huh. És hát ha most azt mondom, hogy akkor ő összejátszik a magyarokkal, és a magyar pont az fogta, és ráállt hát a magyar csávó derített ki rólad mindent. Hát ő szerintem nem uh-huh. mondott semmi korrektet az indiai ember. Valamit mantrázott, és a magyar ember fordított úgy. Hát... Nézd, én nem tudom, én mondtam utána, hogy én azért valamennyire beszélek angol, de én ebből büdös mukkot nem értettem, amit a csóka mondott. De a Facebook adatlapot, gyereke, ki az idősebb, fotók, stb. Csak mondom, teljes nekem... nevet mondtál, mikor bejelentkeztél? Tehát elmondtad, hogy Fraka, Gévai, Júlia hát, vagy? Igen? Amikor telefonon bejelentkeztem, akkor igen. Jó, de hát, senki nem érti telefonon keresztül. Arra lennék kíváncsi, hogy elmondott, hogy Tóth Eszter vagyok, mennék Pálma Levetkes, üdvözlöm ezt, üljön le. És te onnan azért, ha ott megmond dolgokat, nem. Az nem szedi le rólad se onnan. Hallgatj itt egy kicsit a morning show-t, már Miroslav megvan. Persze, na jó, oké, de azért az anyja neve, apja neve, melyik a teste az idősebb, azért olyan, ott egy-két olyan szintű energiabefektetésbe kerülne az, hogy föltérképezd az összes adatot velem kapcsolatosan, vissza kellene hallgassa az összes beszélgetést, vagy végig kelljen nézze az egész timeline-omat a Facebookon. Tehát nem tudsz ennyi energiát beleölni, hogy kiszed ezeket az adatokat. Hát igen, érdekes. De mondjuk, hogyha abban gondolok bele, hogy a T-Home például többet tud rólam, mint ő. Igen. Amikor most beütöttelek csak a Google-ba, csak így azonnal. Ja, Istenem, mit dob ki? Felnőttek a kölyök idő bájos téni lányai. Nézd meg őket most a gyerekeikkel. Kinek milyen édes lurkója van. Tehát itt tulajdonképpen házaseketés után felvette férje nevét, visszatért a médiába, Milán és Lidus édesanyja, tödödödödödödö. Ezt most én megtaláltam rólad, úgyhogy nem kellett a... És elég csak 15-öt visszafizetned a fizetésedből. Nekem 8-ba megáll. Jó? És két túrogombot a sarokról. Rohadt flamos vagyok. Jó,
akkor menjünk tovább. Igen. Egyébként úgy történik, hogy miután megtörténik ez a beazonosítás, ő utána belenyomja a Skype kamerába ezt a bizonyos pálma levelet. Ezen a levélen egyébként szanszkritul van írva a dolgok, tehát nyilván nem tudtam semmit se leolvasni róla. Őneki kell egy fél óra arra, hogy ezt ki is silabizálja, hogy mi van oda leírva, mert ők se ismerik, hogy mi van erre ráírva. És akkor visszajött, és akkor mondott egy csomó dolgot, amik egy csomó általánosságot, egy csomó dolog mellé vitt, úgyhogy egy idő után mondtam, hogy olyan dolgokat mondott, amik nem feltétlenül jellemzőek rám, viszont mondott egy olyan évszámot, amitől leestem a székről. Akkor megy vissza Miroszláv dolgozni? 2019 április 20-án megcsinálja a pályacsúcsot. Azt mondta, hogy nekem volt egy nagyon rossz karmikus időszakom 2004-től 2012 május 29-éig. Jó hosszú volt. Igen. Egyébként ez tök érdekes, mert ebben az időszakban ismertem meg a férjemet is, és házasodtunk össze, és megszülettek a gyerekek, tehát ezt egyébként nem érzem teljesen rossz karmikus időszaknak, de a 2012. május 29-e nekem egy azért nagyon különleges dátum az életemben, mert hogy én ezen a napon szórtam szét édesapám hamvait. És édesapám az nekem egy ilyen nagyon-nagyon nehéz történet volt az életemben, tulajdonképpen én aznap tettem őt le. És amikor kimondta így ezt a dátumot, akkor így, tehát mondhatta volna augusztus 12-ét. Ezt nem tudhatják, igen, ezt mondjuk volna adom. Május 28-át is. Tehát mondhatott volna, de hogy pont azt a napot mondta, az mondjuk fura volt. És akkor innentől kezdve nyilván beszélt egy csomó mindenről, ja, és a történet lényege az, hogy ez azért érdekes ez a fajta pálmalevél, mert hogy onnantól kezdve, hogy te ott ülsz azon a napon, ő 3-4 éves ciklusokra lebontva elmeséli a te életedet, hogy a jövőben mi vár rád. Hát, srácok, isteni leszületés vagyok. Azt mondta? Igen? Igen? Hát, igen, és akkor isteni privátba tett ajánlatot? Nem. Igen. Nem, hát azzal kezdte, de én nem mondta, nem így hagyta abba beszélni, hogy kereslám MySpace-on. Kereslám MySpace-on. Fel vagyok a Tinderen is. Twitteretek, hogy konyhán van, kereslám Twitteren, MySpace-on, Snapchat-on, írj rám. Hát először is azt mondta, hogy az új lenyomaton is különleges volt. Aha. Mert hogy az én görbületeim itt az új lenyomatomon egy óm jelet formáznak. Látná Feri furunkulusát. Úristen, visszaadná a pálma levél. Nem isteni leszületés, maga az Isten. Aztán az ördög jött, bújt ki belőled, igen. Szóval nagyon különleges dolgokat mondott rólam. Hogy konkrétumokat? Tehát, hogy a múltad, ugye a jövő az nyilván az vagy csak az még Zsolt, a következő 40 rugója. A következő másfél órában puncsolt. Nagyon klassz dolgokat mondott, és tulajdonképpen mondott, említett olyan dolgokat is, amiket én nem jeleztem, vagy nem írtam sehol, de lehet, hogy egyébként életkori sajátosság. Nem tudom, nektek megfordult már a fejetekben, Balázs, te ne válaszolj, hogy írjatok könyvet. Ugye, hát sokan gondolkoznak rajta, valaki megírja, ugye? Mi? Ez a különbség, van, akinek megírja. Egy millió ember gondolkozik rajta. De mit, megírja, minek? Ugye? De minek? Szóval, hogy, bocsánat. Nem, mond. Hogy én nagyon régóta foglalkozom azzal a gondolattal, hogy elkezdek mesekönyveket írni. És mondta ez, igen, mondják, hogy talált pénzt. Látjuk, mi történt a Bogyó és Babosztáról. Így már társaság is van belőle. Egy idő után mindegyik elfogy. Gyerekek faján. Birodalmat építettek, birodalmat a Bartos Erikmény. De hogy ő ezt egyébként azt mondta, hogy azt látja az életemben, hogy pár év múlva valószínűleg megírok egy könyvet, ami óriási siker lesz, és innentől kezdve nekem egy ilyen diadalmenetet írt elő. Azt is mondta, hogy lesz majd valami tanulás az életemben, egy olyan jellegű tanulás pár éven belül, amit, hogyha képzem magam és fejlesztem magam, egy olyan új irányvonalat nyitok meg, amiben én nemzetközi sikerre, karrierre számíthatok. És innentől kezdve, tehát ilyen nagyon-nagyon nagy ezek elég közhelyszerűek, szóval ez a kicsit azt mondom, amit hallani akarsz, mert ennek persze, én ezt mondtam az elején. Úgy megy el, hogy de jókat mondod. Igen, habsnak is, hogy nyilvánvalóan, hogyha nagy, szóval miért van az, hogy egy jósnőtől sem hallasz óriási krízisekről, hogy neked be fog dőlni a házasságot, hogy elveszíted a nem tudom kicsodádat, a szeretteidet. Tehát, hogy ilyenekről sose hallasz, mindig arról hallasz, hogy diadalmenet lesz az életed, aztán utána. Mert azt akarod hallani. De azt mondta erre az a ember, aki mellettem volt, hogy volt például egy nagyon érdekes lány esete, nyilván nem voltam ott, aki elment erre a felolvasásra, és azt mondta neki ez a jógi, hogy ő azt látja, hogy 5 évnél tovább nem lát. Jó. És akkor azt mondta a csaj, hogy ő azért jött, mert hogy a 6. méhnyakrát műtétén van túl, és szeretné tudni, hogy mi lesz a folytatás. Aha.
Tehát, hogy vannak ebben a történetben érdekességek, és nyilván az is. Ja, az az ember, aki ott áll melletted, azért mondja ezeket részben, hogy te azért higgyél neki, hogy elmond másoknak is, hogy hú, mennyi érdekes hogyne, dolgot mondtál, persze. És aztán majd jöjjenek, és akkor megint befizessék a 40 rugót. Igen, és nyilvánvalóan arról jó, nem beszél. De a konkrétumokat honnan szedte? Én nem küldtem el. Tehát az abban a formában érdekes. Hogy India a legnagyobb hackere volt a kis öreg. Igen. Feltörték a és már meg is vagy. Mit csinálsz? Megint feltörted a Pentagon kódját. Így van. Ilyen vagy, gyere ki a NASA-ból. Mit csinálsz? Ne. Már nyílik a lakítasiló teteje. Nem akarjuk lebombázni Oroszországot. Nem akarjuk. Ja, és ugye az is fontos, hogy ezeken a leveleken rajta vannak az előző életeidnek a történetei, hogy az a karma, amit most neked le kell dolgoznod, az honnan ered. És hát kiderült, srácok, hogy ja, te voltál Matahari. Nem. Ja. Hogy férfi voltam, állítólag, Sri Lankán éltem előző életemben. Rettenetesen utáltam a tanult okos embereket, ezért iskolákat gyújtottam fel, és ezt a karmát kell mostani életemben ledolgoznom, és erre ők egyébként úgynevezett pucsák. Ad egy számla számot, hogy hova tudsz. Küldtek is képeket az illetőre, és aztán egy ilyen köntör szőkehajú egyébként, vagy hívják csoki barna ember, aki iskolákat gyújtog. Nem, pucsát adnak. A pucsa az az, hogy ilyen tulajdonképpen ilyen penitenciák, hogyan tudod ledolgozni ebben az életedben, az előző életedben. Igen. A karmáját. És mit kell csinálnod? Aha. Hát ételt kell osszak 108 alkalommal. 108 egymást követő kedden imádkoz és mantráz, és itt hogy megmondja, hogy kihez és milyen mantrákat kell elmormolni. Aztán, hogy kinek adjak pénzt. Oh, igen, vártuk. Van egy-két ilyen fizetős formája is ezeknek a pudzsáknak, tehát amiket náluk például el tudsz fizetni, meg tudsz náluk vásárolni hozzá megfelelő eszközöket, stb. Itt adományos hited szerint mesterednek, lelkivezetődnek, tanítódnak, a leveledet felolvasó indiai mesternek, vagy egy számodra stabil támaszként szolgáló családtagnak legalább egy ruhadarabot, illetve támogasd 1008 rúpia, azaz 4500 forinti pénzadománnyal. Aha. És akkor utána itt vannak még ilyen kis üzenetek, hogy még mit kellene csinálni ahhoz, hogy megtisztulj. Hogy levesd az előző életed karmáját, és még itt ír olyan sminket, hogy igen, tehát azon kívül, hogy mondjuk osszak ételt, az is benne van, igen. És egyébként majdnem egy ilyen két éves. És a tolmásról se feledkezzél meg semmiképpen, jó? A négy napja, születésnapja és a karácsony is ott. Egy ilyen két és fél éves programot ír. De most akkor úgy jöttél el, hogy hittél benne, és tetszett, és jó volt, vagy úgy az csapodott le benned, hogy ez egy nagy humbuk az egész? A múltkori asztal táncoltatós, asztal jósolós embertől is úgy jöttem el, hogy érdekes. Tehát, hogy így, én ezeket a dolgokat így szeretem megtapasztalni, kipróbálni, valamit kezdek ezekkel az információkkal. Nézd, a következő 3-4 évben azt mondta például, hogy az idei évben valami helyváltoztatással kapcsolatos, tehát a munkahelyemnek a helyszíne meg fog változni. Hát, vagy a kredenc, amit belelépsz, hogy hát, a fekete nem tudom, mennyire jó ír. Ennek nem örülök, ennek a hírnek, ha a munkahelyed helyszíne idén megváltozik, Júlia. Nagyon hát, nem örülök ennek a hírnek, hogy ezt mondta Ahim. Nem, Ahim. Bombéből. November, december. Hogy készül? Ajjaj, ez a legrosszabb hír az egész beszélgetésre. A mi pályamelőnkben ez nincsen benne. Látom, Lajos, szemben álló felek egymást. Frekvencia. Van valaki, aki mostanában kiúszta a gyufát a környezetében? Ez a legrosszabb hír a beszélgetésben, hogy megváltozik idén a munkahelyed. Meg oszlopokat látok, oszlopokat, amiket eltávolítok. Igen, szóval már ja, az idei Istenem. Évben lecsekkolhatjuk, hogy ennek na, az egész. Na, hát csekkoljuk le. Majd december megmondjuk, gyerekek, Ahim megmondta, szevasztok. Hát kíváncsiak már. Én voltam ilyen, engem elhívtak, én nagyon dühös vagyok rájuk. Ez egy is ugyanaz? Nem. Többen csinálják már? Nem. Már mindenkinek megy biznisz, mi? Nem, volt egy általában korábban, és igen. Most ez egy új. De új? Aha, nem. Igen. Hát vagy a régi börtönben van már. Igen, vagy átadta a fétabotot egy haverján. Elhívtak egy ilyen pálmalevél olvasásra. Elhívtak? Igen, hogy forgasson ott egy fókusz, én menjek el, és akkor nekem megtalálják. Nagy rohadékok voltak. Elmentem, lenyilatkoztam, hogy mennyire kíváncsi vagyok, mennyire várom, a büdös életben nem hívtak vissza, hogy megtalálták, de még csak arra se, hogy igen, van, vagy igen. Ja, keresés, tehát az anya kellett, hogy meglegyen, oda hívtak még három valaki, vagy kicsi reklám, igen, hogy akadna. Az nem lehet, hogy ismeretlen számról hívtak, és nem vetted fel? Nem, mert utána többször hívtuk őket, a nagy svind is az a csávó, aki csinálja egyébként. De ha már többen csinálják, akkor mindegy. Tehát aki elindította, a Ferdinánd híd másik oldalán. Igen.
Oda kellett menned? Nem, ott volt. Nem. Nekem már nem. Már mert nem. Ott volt régen állítólag, mert beszélgettem. Nagyon nagy simlis. De akkor ugyanaz. Nagyon nagy simlis. Nem. Ez a Pali, ez kitalálta, hogy aurafotót csinál. És ismerem őt, nagy sviák, vigyázni kell vele. Én senkinek nem ajánlom a pálma levelet. Szerintem büdös nagy lehúzás az egész, de tényleg. Hogy csinálják, azt nem tudom. Aurafotózás kitalálta, és mondta, hogy lehetne azt megoldani, hogy ne egyszer kelljen eljönni aurafotózásra, mert akkor több pénzt tud leszedni az emberekről. Ezért kitalálta, hogy kétszeri aurafotózás, vagyis lefotózza neked most az aurádat, de fél év múlva mindenféleképpen gyere vissza még egy aurafotózásra. Most utána néztem, hogy mit csinál, most háromszori aurafotózást javasol. Most ott tart, háromszori aurafotózásra. Ő indította el ezt az egész pálma levelet. Akkora kamu az egész csávó, hogy mindenkit óva intenék tőle. Jó, de... Akkora svindler. Most hogy... ez nem tudom, tehát én úgy tudom, hogy volt vele annó valami kapcsolat, mert hogy ő is ott kezdte, majd fogta magát, és saját pálma leveleket írt. Ő tovább fejlesztette, 4 aurafotózás, 6 pálma levél csomagba, 28 000 plusz áfa. Nem, hallottam egyébként, vagy mesélt erről az előző csapatról. Ők már nem csinálják, ők már máshol hozogatják le az embereket. Hát na, ez megnyugtató. Az a lényeg, hogy ez egyébként egy érdekes történet volt. És tökre örülök egyébként, hogy az idei évben egy csomó ilyesmit, egy csomó új dolgot. Jó, várjunk. Hát amíg még ugye itt dolgozol. Jó, te könyvet fogsz írni, meg nemzetközi karrier. Meg félisten vagy, meg mi lesz, meg van új meló, belül mi lesz. Visszanyúlok majd, értetek, ne aggódjatok. Van, nekem is megjósolták, hogy érted, én is isteni származék vagyok, csak Hanumáné a majom isteni, nem örültem annyira. Hát érdekes dolgok ezek azért, hogy közben a konkrét... Ja, hogy mennyi mindenből meg lehet élni. Igen, ugye? Hogy ki, hogy próbálja lerántani az embertársait, azért ez döbbenetes. Mennyit fizettél érte, Júli? Nem, hát mondtam már, hogy mennyi az ára. 20-30, 40 körül. 40 ezer. De máskor ad nekem, én elköltöm. Persze. Valami életet, hogyha van fölös 40-et, dobd hozzá, én valamit csinálok belőle. Bucsákosan állok, vedd meg a gyertyákat, tudok olcsón, nagy kell állni. Beszállsz a montrázásba? Átvállalod a felét? Elküldelek én olyan helyre, Juli, menj el és beszélj róla két hét múlva, ahol leesik az állat valójában. Akarsz elmenni egy ilyen helyre? El akarok. Szilinórá. Tudjátok, hova megyek most hétvégén? Na. Hát már kicsit félek tőle. Meleg sportnapra. Na, az jó. Megvan a jövő hét, kedvünk. Az jó. Meleg sportnap. Igen. Miért? Igen. Meghívásos alapon bejutottál, casting volt, szabadfogású birkózás. Meghívtak. Igen, mondták, hogy hallották a rovatomat, és mit szólnék hozzá, van egy ilyen, volna kedvem esetleg elmenni és megnézni. De mi az, hogy meleg sportnap? Én heteroként oda nem mehetek el, vagy csak meleg sportolnak egy időt? De miért kell külön meleg sportnapot tartani? Hát azért, hogy sportolok, vagy nem? Nem azért, hogy milyen nem identitás. Meleg, leszbikus, transzexuálisok. Jövő héten felvonulnak a meleg tűzoltók, utána pedig a meleg postások. Tehát ez miért? Nem mindegy, azért, hogy sportolsz, vagy nem? Mi az, hogy meleg sportolok? Csak, és most jöjjenek a meleg súlylökök. Ez nagyon jó, meleg, csak meleg sportolok, képzeljétek el. Tényleg ott vannak fönt a szőnyegen. Úgy tudom, ez egy olyan... Srácok, vége a meleg. Hagyjuk részt ezeket a buta sztereotípiákat, hogy a meleg birkózók csókolóznak. Nem áll. Ne akar magad, holnap viszont a viszont. 20 percet gyűritek egy. Én kikérem magamnak ezt a fajta megkülönböztetést. Vagy sportolsz, vagy meleg sportnál. Ez tudom, egy sport, egy egyesület, ahol melegek, leszbikusok és transzexuálisok. Jaj, ne! Sportolhatnak. És érdekes lesz egyébként, kíváncsi vagyok rá, lehet, hogy egyébként semmi extra, semmi különböző. És egyébként olyan emberek is mehetnek erre a sportnapra, akik szimpatizások. Akik szimpatizások. Még szép, hogy nem zárják ki a heterókat. Hát az a milyen fura üzenete lenne. Megyek kis zászlókkal. Ez is komolyan mondom, hát jó, ez így ők nem futnak, ők kergetőznek. Bemelegítés a birkózóknak 10 perc fogócska. Na, szóval, hogy ez lesz most majd szombaton. Megvan a kedv, megvan a kedv. Ez nem is a staféta volt. Most vessünk véget. De nagyon szívesen elmegyek egy olyan helyre, ahol le fog esni az állam, Balázs mondja. Jó, majd beszéljük majd. 3-4-10 lesz pontosan 2 perc múlva. Arccal a meleg sportnak felé. Nézzük, hogy miből élünk. Valakivel már is játszunk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Júli rovat a zseniális gyerek. Ja, mindent kipróbál, mindenhova elmegy. Nagyon jó. Abszolút jó. Halló! Hello, sziasztok! Hello! Hello, jó reggelt! Ciao. Hogy hívnak?
Roland vagyok. Roland, oké, okay, milyenek a kérdések elém? Nehezek. Igen, most sajnos egy picit nehezek. Így szól az első kérdés. Milyen állatok a fajdok? Na ez nem. Fajdok? Fajdok. Hát milyen állat a fajd, vagy milyen állatok a fajdok? Egy, az fajdok. Madarak az talán. Fajdok. Így van. Állat a fajd, állatok a fajdok. Ugye? Na, azért csak érdeztem, hogy milyen állat a fajdok. Ugye azért is segítettem, hogy fajdok, mert akkor fajd is, akkor úgy beugrik. Menjünk tovább? Próbáljuk meg. Így szól a második kérdés. Melyik világhírű színész filmjei a Visszavágó, a Jelek és a Börtönregény? Na, ez az nagy kérdés. Hát igen, nyilván úgy fogalmaztam meg, hogy a legnagyobb filmjeit, vagy a legismertebbeket nem raktam bele. Nürnbergé talán, Adrian. Kicsoda? Nem. Hú, nem tudom. De nem is értettem, hogy kit mondtál, mert kicsit belebeszéltünk. Akit kidobott a Google. Mit mondtál? Hát a Börtönregényt azt talán Grunberg rendezte. Igen, aha, de ő világhírű színész filmjei, tehát szerepel, igen, benne. A kérdés úgy szólt, hogy melyik világhírű színész filmjei? Innentől kezdve a rendező az picit mellékes. De kire gondoltál? Hát először ő ugrott be, színészt fogalmam sincs. Hát sajnos. Mert hogy Mel Gibson. Mel Gibson jó volt, igen. Hát, ez nem sikerült. Úgy tűnik. Ez nem. Köszi a játékot. Sajnos nem, köszönjük, szia. Köszi, halló. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Gyors játék volt. Hát igen. Persze, direkt nem rakom bele a Mad Max-et, meg a Letent. Igen, egyébként a Börtönregénynek jól mondta a rendezője, csak ugye nem ez volt a kérdés. Igen. A Visszavágó mennyire is zseniális film. Igen. Picit alulértékelt, de zseniális. 3-4-10-en pontosan jövünk a reklám után. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Gyerekek, többen kérdezik, hogy menjenek, ne menjenek. Óvatosan. Ha van fölös 40 ezred, akkor hajrá. Ha van fölös 40 ezred, óvatosan mondom, én ismerem, ott sok mindenkivel van tapasztalat, rossz tapasztalat, én mindenkit lebeszélnék erről, hogy a beszélgetés sem felbuzdulva elköltsetek gyorsan 40 ezeret a nagy büdös semmire, de tényleg, tehát, hogy... Ja, a pálmalevél felolvasás, azt hittem a sportverseny, mert arra mindenki... Nem, a pálmalevél felolvasásról beszélnék le mindenkit, komolyan, tényleg, hogy ne csináljátok. Ne menjetek el, ne adjatok valakinek a kezébe. 40 ezeret teljesen fölöslegesen, csak ha tényleg nem tudjátok hova tenni. Ott azért lennének érdekes történetek annál a csapatnál. Na, illetve nem lennének, vannak. Aha. Igen. Te is ismered őket, igen. Nagyon szimpatikusok egyébként, és például amikkel húzzák az időt, például nekünk mondtak, hogy a családtagnak, hát egészen konkrétan Móninak, hogy azért kell egy picit még várni, mert hogy az a falu, ahol őrzik, az nagyon messze van, egy eldugott részén Indiának, és nem jár oda a busz. Aha. Hát most azzal megy. Mondjuk akkor Moni is ráfutott. Hát, Moni is. Hát igen. Na ezért kell óvatosnak. Költhetünk volna majd olyan fontokra. Igen, például a piros-feketére rulettet. Tedd fel a pirosra. Menj be egy kaszinóba. Meg akár be is jöhetek. Ne menjetek tényleg. Senkinek nem tanácsolom. Na nézzük, hogy miről volt szó ma reggel. Több mindenről volt egyébként szó. Csak magamat ismételjem. Feri hátán nőtt egy pukli, és hát ugye mi olyanok vagyunk. Olyanok vagyunk, gyerekek, mint egy modern Szabó család, hogy valakivel valami történik, bedobja a közösbe, megosztja, a másik kettő meg azonnal őszintén elkezd aggódni. Ezért fantasztikus ez a műsor. Hol van még egy olyan rádió műsor, ahol egy pukli a második, majd másiknak a hátán téma. 20 percen keresztül beszélünk róla. Ferire kiült a rémület, nyilván megijedt ez a pukli, egy napról napra egyre nagyobb lett, mi pedig elkezdtünk aggódni, és az interneten utána nézni, hogy vajon miféle átok, miféle furcsa rontás került Feri hátára. Próbáltuk neki hát megadni a megfelelő lelki támogatást, fizikai támogatást, mindenféle támogatást, hogy bizony baj van, keressük meg a megoldást. Hívtátok a legnagyobbat, aki ilyenkor segíteni tud. Így van, felhívtuk Frabátot, vegye le a rontást Feriről. Hát tett még egyet, úgy érzem. Brutál kukli van a hátán. Aggódtunk, izgultunk, és tényleg együtt éreztünk veled abszolút. Valamint a használt autók vásárlásáról is beszélgettünk, mindkét oldal figyelembe véve, vevő eladó. Ugye hát mindenki megéri a pénzét, a tudálékos, okoskodó, új autót kereső vevő és a csibész eladó is. Erről beszélgettünk, és hát volt egy-két érdekes SMS, egy-két érdekes történet. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Csabi, jó reggelt, hello. Ciao. Jó reggelt, szevasztok. Hello. Minden ok?
Képzeljétek el, tavaly nyár óta van egy friss kutyánk, ugye 18 éves Bazsi mellett van az Astra, akinek ma van a születésnapja. Isten értesen! Hát már nem értesen, de ma egy éve. Őrület. Nagyon helyes kis kutya. Ugye? Te már találkoztál. Igen, nem, csak úgy blöfföltem. Igen, nem találkoztam vele, de szerintem is egy nagyon helyes kis kutya. Egy zabálni való kis kutya. Ő is imádja. Látod? Pedig még nem is találkoztál vele. Pedig még nem is találkoztam vele egyébként. És pedig mondj már valamit. Én találkoztam vele, egyszer ide behozták, de én a feleségedre emlékszem, a Laurára. Inkább arra. Laura nagyon aranyos, azt tudom megerősíteni. A kutyára már nem emlékszem. Nagyon aranyos kis kutya. A Laurára, hát most mit nézek egy kutyát, ha a Laurát is nézhetem? Az első találkozásommal a Noé állatotthonba mentünk el egy ilyen avatásra, megjelent a kiskutya, kb. Fél perc múlva már volt valaki a hátán is tolta ezzel. Ezt látja otthon. Kutya azt csinálja, amit otthon lát. Hát igen, ha minták, ugye? Ennyi. Ugye, mert mit tanul? A gyerek is azt csinálja. A kutya is azt csinálja. Kisebbi fiam a gazdája, a Dudi. Kis tudja, mit csinál. Hívjuk a naphallgatóját gyorsan. Mindent. De nem így volt? De. Rögtön. Tiszta apja, mi? Rögtön teremtette a kapcsolatokat. No. Akkor nem. No. Pedig nagyon jó, amit írt egyébként. Jó, nem baj, olvasom, hagyjuk persze, nem, nem. Nagyon jó írt. Jani, neked szól, azt mondja, megtaláltam Jani kókusztekercsét. Jósolnék belőle. Nagyon jó. Írta nekünk, nagyon jó, majd elmegyek egy felolvasásra. Csavikám, remek zenénk? Messziről indítok, Super Bowl, amerikai foci. Hogyne. Szoktátok most, azt nézni? Most lesz a Super Bowl, nem sokára. És fellép Beyoncé. Most már másodszor, mert ugye 2013-ban is fellépett. A betyárja. Beyoncé-ról nekem mindig eszembe jut a Destiny's Child, akik ugye a legtöbb lemezt eladó női zenekar mind a mai napig, senki nem tudja túlszárnyalni őket, és tőlük hozok egy klasszikus, már-már retro Survivor. De jó, játsszuk Destiny's Child. Ah, akkor volt utoljára eredeti Beyoncé. Annak ellenére, hogy zseniális énekesnő, de Destiny's Child az egy nagyon-nagyon eredeti kis formáció volt. Igen. Nagyon, én is. Nagyon működő. Na, én is szeretem a kentaurokat. 10 óra múlt egy perccel, Csabi jön a kíváncsiságra, kérjetek tőle dalt, annak örül. Holnap jövünk 6-kor. Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.